6 óra után vagyunk 15 perccel, vagyis pontosan 4:45, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a hét utolsó napján, pénteken. Mindenki szól, mi hello, ellenem? Igen. Sziasztok! János arcán látunk valamit, de ezt már meg is oldják. Az Zsüller megbeszélik. Meg. Csak az ízes sonkát szendvicset felveszik. Csak egy hosszú távú projekt megint. Egy hosszú távú projekt, de meg lesz. Mi van Lacinkkal? Valószínűleg alszik. Megfáradt. Várja Mikulást. Várja Mikulás? Várja Mikulás, kis csizmát, ráköbdös kicsit, megdörzsöl, ráköbdös. Kirakja, kiesett a nyolcadikról, lemegy érte. Lacinak nem túl szerencsés, a kívülre rakja a kinti párkányra, bár neki egy időben be volt üzemeltve a párkány elég rendesen, mert hogy egy galambot tartott rajta. Igen, az galambot nevelgetett. A lenti szomszéd nem szólt neki, hogy ja, nagyon kedves, nagyon aranyos, igen, és ő is nagy állatvédő, hogy takarodjon már onnan ezen galambnál, akája fregolit. Na, minden rendben, mindenkivel? Hát, srácok, hát. Ma jön a Mikulás? Ma jön ám, ja, legalábbis így van. Na, mikor jön egyébként, mondjátok meg, mert megint vitában vagyok, este jön, vagy 6-án reggel. Te is vitában voltál? Tegnap, hogy 5-én estére kell megjönnie, és vagy 6-án reggel. Nálam 6-a reggelre jön a Mikulás. Igen. És BK-nál 5-én este. 5-én este. Viki is ezt mondta nekem valamelyik nap, mondtam, hogy és ilyen vérremelő vitánk volt ebből, hogy hát hogy jönne már hogy? Este? Hát nem jöhet hát este. Gyerekkorunkban is úgy volt, hogy felkeltél reggel. Így van. Kitisztítottad a kis cipellődet, kiraktad az ablakba, aztán jó, nem volt így benne van. Semmi, vagy ha jó volt, akkor volt benne. Nem este jön. De este tisztítottad meg. Este tisztítottad ki. És 5-én este. 5-én este kitetted. Várod. Izgulsz, és 6-án reggel felkelsz. Hát. És ott van az ablakban. És nekem a Viki azt mondta, hogy szerintem ez nem így van. Viki meg a béka ugyanezen a környéken. Én nem tudom. Hát a fővárosi nőkkel csak a baj. Én már levezettem december 6. Miklós, hinek. Hogy? Miért Miklós? Miért? Mi közelne az 5. ez? Akkor miért december 6. a Mikulás? Hogy? Nem. De hogy csak, nem. Csak nem. Az, hogy 5. 5. kitakarított, 6. kirakott. És 6. reggelre jön. Így van. És 6. reggel. Ezt csináltam, soha nem volt benne semmi, de ettől függetlenül 5-én mindig ki kellett. De mindig kiraktam. Hittünk benne, így van. Mert egyébként meg kirakod 5-én este, mondjuk este 8 kor gyerekként, és akkor elfordulsz, és közben a Mikulás beleteszi a csomagot, visszafordulsz, és így megjött a Mikulás. Basszus, mintha magunkat hallanám. Hát ezt a beszélgetést mi lefolytattuk. Hát lefekszel aludni, hát és persze. Reggel csillogos szemmel jössz ki, és nincs benne semmi. Hát se, persze. Hát ez egy legalább egy jó bélés. Igen, de 6-án reggelre. Én nem tudom, a csajok hogy vannak kódolva, tényleg. Mert várja? Ennyire várja? Úgy se kap már semmit a Mikulástól. Hát igen, nem, már felnőtt, ők már anyukák. Nem. Valamelyik nap ugyanebbe a vitába mentünk bele, ugye? Hogy akkor most 5-e, 6-e, vagy akkor most mi történik, mikor jön, hát mondom, nem jöhet 5-én, hát mondom, főzünk, ott vagyunk, otthon csináljuk, és elfordul a gyerek, visszafordul, és van valami. Hopacska! Nézd, már megjött. Hát ez nem így úgy kell reggel felébrednie. Így van. Hogy legyen valami. Odaszalad az ablakhoz, széthúzza a függönyt, és ha jó gyerek volt, akkor Miki bácsi belerakott neki valamit. Ha rossz gyerek volt, akkor is rakott bele legfél virgácsot. Egyébként furam módon én mindig a virgácsnak ültem a legjobban, mert marhára bejöttek ezek a drótból hajlított ilyen piros, ilyen kis, nem tudom, ilyen sejmes anyagból betekert ilyen kis ördögök. Nekem azt tetszett. Virgács és ördög. És valami ez jött be a legjobban. Hát nyilván. Már akkor is ilyen, mert a metállak az először azért megcsapott. Tudtad, igen. Hogy mi a jó. De hát igen, ez így van. Úgyhogy az királyság volt, de én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem. És így nem tudsz aludni már, és minden egyes rezdülésre, minden egyes zajra felkelsz, és nézel az ablakba, vagy az ablak irányba, egy sötétbe, tudod, így próbálod megjegyezni, és hát tudod csípni valahogy, Miki bácsi, de nem olyan egyszerű ám őt elcsípni. Nem, hát ő nem egyszerű, bujkál. A tejsüti az nem volt még a tikoroktól. Tejsüti? Divat, ugye, hogy tejet meg sütit kell nekik. Azt mi sosem csináltuk. Nálunk sem azt volt, nem, meg azt ez csináltuk soha. Utána bottal kellett szétkergetni a sündisztok. Igen. Az nem volt nálunk soha. Nem beszélek. Sok bejött. Sok jött rá. Az nem volt, igen. Viszont most látom, hogy küldözgetétek a Mikulás SMS-eket, már nem kell. Más, most már nem. Senki ne küldjön és semmit. Aki küld, azonnali diszkvalifikálás. Tehát, hogy nem. Hát, vagy a jövő évi játék. Igen, vagy a jövő évi játékra. Tehát nincs tovább. Vége van, ne küldjétek. Tegnap 3 óra volt ugye a határidő. Tegnap 3 óra volt, úgyhogy most már tényleg ne küldjétek, mert volt elég idő rá. Viszont nekünk az SMS falunk az másra kell, úgyhogy... Úgyhogy létszíne. Úgyhogy létszíne, így van. Volt elég idő. Most már nem azok közül választunk, akik...
Tegnap 3-ig lehetett. Akik igen, ma küldenek, igen. A Mikulás minden 6-án reggel érkezik, punktum. Ennyi. Jó, így vagyunk mi. Ugye? Na, ezért mondom, így a nők olyan furán vannak kódolva, hogy egyszerűen is ragaszkodnak a saját igazukhoz. Észrevetted? Tudod, hogy mi a... van egy picit még, picit szerintem. Nem tudom meggyőzni. Szól, hogy vitatkozzon veled. Hogy beleálljon a vitába, és hogy igen. Nem, mert te nem, te amúgy is cinikus vagy, te amúgy is hogy hívják, vagy már csak savaznak, nem, benned már nincsen romantika, te már nem érzeletlenek, te nem tudhatod. Dehogy nem. Hidd el, hogy tudom. Nem, de te nem. Nem tudjuk. Na mindegy, szóval nálunk ma jön, és nagyon sok mindent sorsolunk a mai napon. Sőt, tehát adásunk nagy része arról szól, hogy igazából ajándékozgatunk. Készültünk egy-két pici témával, de nem nagyon lesz időnk témázni, mert hogy... Hát most mindenki izgulhat, aki részt vett ebben a játékban, vagy részt tudott venni, vagy talált a családban valakit, akinek van kártyája. Mert hogy annyi ajándékunk van, és annyi mindennek készültünk, hogy mire mindenkit végig hívunk, elmegy majd az adás. Nem, 5 percenként kell valakit hívni. Már pedig végig kell hívni mindenkit. Mindent ki akarunk hát, szórni. Az előző évekhez kapcsolódva, mondjuk így, hogy mi is sokszor gondolkodtunk meg ezen, meg beszéltünk is róla, hogy ha külön-külön végignézzük ezeket az ajándékokat, ezeknek az ajándékoknak az értékét, akkor azt kell mondjuk, hogy a korábbi években gyakorlatilag egy-egy ilyen kaliberű ajándékot sorsoltunk ki, miközben most, hát felsoroltuk egy pár szót. Igen, nagyon sok minden. Már akár séróból is mondhatnánk, de most nagyon-nagyon komoly ajándékok vannak. Hát a legkomolyabb szerintem ez a 300 ezer forint értékű kis hétvége. Hát, hogyha pénzügyileg nézed, hogy, akkor... Igen, ha ebben az értéket nézed, akkor... Ha pénzügyileg nézed, akkor tudod, melyiket tegnap számoltuk ki. Az a okos tévé, okos Xbox-szal, okos így van. Érted? Very happy, 3D-s lett TV, ugye Xbox-szal és játékokkal. Igazatok van. Én bittam mindegyik ajándék. Ha valaki nem veszi föl, akkor nem nyer. Vagy nyer, és majd később megkeressük. Nagyon vagy jó hogy kérdés. Hogy van ez? Én szerintem nem. Ugye? Nagyon én jó kérdés, van, de nem. Vegye föl. Vegye föl, azért vegye föl, mert vegye. Egy ország irigykedik rá, szeretné hallani, hogy örül-e, tudni akarja, nevét, hogy kigyűlöljön. Igen, hogy kitutáljon, és... És ha nem veszi föl, akkor így áll. Akkor van, ő nem nyert semmit. Mi addig megyünk, amíg az illető nem veszi majd fel a telefont. Ha felveszi, örülünk neki, és megkapja az ajándékot. Ha nem, akkor sajnos kiesett a játékból. Nagyon jó. Hát most 10-ből 5 nem veszi föl, 5-ször nem örülünk, 5-ször nem halljuk, hogy ki nyert. Hát ez nem az igazságos. Jó. Azokkal szemben, akik küldtek, és ott ülnek a telefon mellett. Ez nem és várják így van, hogy az övék csörrenjen meg. Úgyhogy mindenképpen fel kell, hogy vegyen. Tudnunk kell, hogy ténylegesen egy hallgatókról van szó. Nem valaki átdobott egy SMS-t a Musical.ról, érted? Bizonyám. Nyerjenek, csak úgy. Hát ez a pécsi sztori, erről majd beszélünk 2 óra után, hát ez nagyon kemény. Ez a pécsi Mikulásos történet. Hát, hogy a felnőttek milyen hülyék tudnak lenni, komolyan mondom, hát ezt már helyre tesszük, erről beszéljünk. Felfoghatatlan. Hogy a felnőttek túltolva ezt az egész mizériát boldogtalaná tudnak tenni 3000 gyereket, mert hülyék. Picit megfeledkeztek a lényegről. És hülye felnőttek hogyan teszik tönkre ártatlan, naív, a Mikulásban joggal hívő gyerekeket, akik szerettek volna a Mikulással találkozni. És mi nem mondatom, hát úgy mondom, hogy senkit ne érintsen érzékelen, és majd hétután is így próbálom kell beszélni. De hogy milyen hülyék a felnőttek, komolyan mondom, az most megint megmutatkozott, hogy nem a gyerekekkel van a baj, hanem a felnőttekkel. Hogy nem lehet. Eltérzett a Mikulás, és több százan, vagy nem tudom, több ezeren várták Pécset, hogy felbukkanjon, és a Mikulás ott volt, 5 percet várt, sikítás, kiabálás, integetés, lögdösődés, mennyi ne anyád, ne úgy, menj közel, Józsika, állj oda, csalódott gyerekek, síró gyerekek, undok, eseménytunt, a tömegtől, nem tudom, félő Mikulás, aki elrohant, nyilván 5000 ember rávetette magát, én is menekülnék, nem tudsz mit csinálni. Még az erkéről kiintegetett, és aztán zéro. Mindenki menjen haza. Mint a Black Friday Los Angelesben kb. Olyan volt az egész, hogy elvonatkoztatsz attól, hogy itt a főszereplő nem mondjuk egy izé volt, nem egy leértékelt plazma tévé volt, hanem a Mikulás, és hogy nem izé órák óta ott álló felnőttek, akik mondjuk a 30%-os leértékelés miatt mennek oda, hanem gyerekek, csillogó szemű gyerekek, akik szeretnének találkozni a Mikulás. Döbbenet, ez tényleg nagyon tipikus sztori volt, úgyhogy beszélünk majd róla. Na, nézzük az SMS-eket gyorsan, ébresztő jelleggel, mit írnak nekünk a hallgatóink, kivel, mi van, történt-e valami törzs hallgatóinkkal és új SMS-ezőinkkel. Mit csinál most ez, Zsül? Most meg vagyok jó. Na, még 3 óra 42-kor is jött Mikulás, én még 0 óra 11 perckor is látok Mikulást. Gondolta, hát ha még befér. Gyorsan elküldi, hát ha. Ez elképesztő.
Azt mondja, hogy valaki azt írta, hogy vannak rossz napjaim, túlélem. Tudom magam tartani. Sok szeretettel valaki. Kemény. Ez 4:52-kor jött. Hát reméljük, hogy jobb lesz a mai nap, mint a tegnapi volt, és akkor tudod magad tartani. Jó reggelt, megkérdeztétek a Mávot, hogy mi a F1 szolnokon, hogy minden nap késik az a retek vonat. 6 óra előtt jött Peci Maci küldte nekünk. Annát ráhúzítjuk a Mávra, és akkor megkérdezzük. Ha van valami infónk, akkor azonnal mondjuk természetesen. Jó, Morgan, srácok, ti vagytok a legnagyobbak, ha nem csalás. Drága vagy, köszönjük szépen. Az M1 Budapestről Győri kiváló, ezt Gandhi küldte nekünk. Aztán Rákos Palotál előttek egy kutyus nyilla hallottuk? Én nem hallottam, de remélem, hogy átlapják. Jézusom, hát az is egy nyílpuskával lőtték le a kutyát, úgyhogy a kutya bent volt a kertben, valaki oda ment a kert kerítéséhez, és lelőtte szerencsétlen német juhászt. Elképesztő. Hát nyomrevezetési díjat ajánlottak föl, első körben 100 000 forintot, aztán ezt az állatvédők meg azok, akiket teljesen joggal felháborított az eset, még megfejelték pár 10 000 vagy 100 000 forint, aztán én ott vesztettem el a fonalat, hogy körülbelül 3 kilót tűzte ki az illetőnek a feje. Reméljük, hogy elcsinálják. Reméljük, meg lesz, drukkolunk, igen. Azt mondja, hogy tejsüti, a télapó nem eszik ilyet, csak az elcsészett amerikai kólabohát. December 6-a reggel. Miért mit eszik a Mikulás? De tényleg, te ha már ennyire tudod. Igen, egyébként írd meg, ha ezt nem, akkor mit? Igen, pacasz előre. Akkor én szeretem, akkor én még jobban szeretem. Ez a melóhoz kell a kalória. Igen. Na, azt mondja, hogy mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, egy röpke kis ismétlés erejéig, aztán lehet jelentkezni a mi kis játékunkra. Hogy állunk játékkal? Megnyertük a hetet 3-1. 3-1? 3-1, így van, tehát ha ma bukunk, akkor se bukjuk el a hetünket. Hoztuk végül, beütöttünk? Meg vagyunk. Jól van. Na, mutatjuk akkor, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Jó reggelt mindenkinek, 10 perc van pontosan, 7 óra itt vagyunk. És írják a hallgatók, amit én egyébként nem tudtam, hogy a persze az finnül segget jelent. Oh. És amikor a Beni azt mondta teljesen ösztönösen, hogy beülsz az ölemen, na persze, akkor ugye az öreg csak annyit hallott, hogy na segg. Aha. Uh-huh. Hogy szerethetett benneteket? Tehát jön egy 6 éves tündérbogyó szőke kisgyerek, aki elküldi őt, vagy hát leseggezi, szóval az kellemetlen. Hogy imádhatod. Na, meg azt jelenti, hogy fej. Igen, színű. Várjál, és majd utána apuka az ölébe ül. És nem apuka beül. Igen. A szőke kiscsávó az ő. És majd jön a fater, aki behubban. Nagyon jó. Júj. És oda, hogy az ölébe engedett. Igen, tényleg. Azt a finn pajtaszózing, és a finn persze segg jelentése. Hát, tök jó. Aha. Hát ezt elvileg ezt írják, hogy a persze ez. Uh-huh. Jön a. Ez persze. Hát lehet, ez csak egy ilyen finn legenda, nem tudom. Minden esetre érdekes, hogy kisgyerek ez. Benni ezt válaszolta neki, nem? Na persze. Na, és az öreg meghallott, hogy na seg, mi? Majd te bepuppantál az ölébe. Mit mondott ez a gyerek? Na, ez is csak virgácsot. Igen. Hát mit képzel ez? Mit képzel ez magáról? Na jó van, nézzük meg, hogy ki a hét utolsó játékosa. Jó, aki kap tőlünk egy kis ajándékot, az ajándékcsomagon kívül, ha nyár, mindjárt elmondjuk, hogy mit. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok, szép jó reggelt. Szia. Hello. Nem tudom, jól lehet hallani, kicsit megfáztam. Igen, jó, azt lehet hallani, hogy megfáztál. Jó. Ki vagy? Andi, honnan hívtál minket? Gyomendrőd. Gyomendrőd. Hát, békés megye, igen, már nem te vagy az első. Nem, a sokadik vagy. Nagyon helyes. Andi, és mivel telik a reggeled? Hát én nemrég keltem, nagyon rossz volt az éjszakám, de majd ezt úgy beszélünk a játékba. Ja, adásban elmondod a játékban. Készülünk valamire, majd de majd azt Ferinek mondom.
készültök? Felfelével szeretnék játszani, igen. Nagyon valami. Na, jó, akkor mi majd befogjuk a fülünket. Így van, ne halljátok ezeket a Békés megyei titkokat. Lehet, jobb is lesz, így van, igen. Na figyeljetek, indítjuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Akkor nekem mondod? Szia Feri, akkor igen. Már meg is vagyunk, Addi, köszönjük szépen. Nagyon sokat mondani. De én most már, hogy ne halljak meg hülyén, mondjad azért játékon kívül. Hát éppen disznóvágásra készülünk, azt szerettem volna. Istenem, áj, de szép dolog az. De jó is hát már akkor mindenkinek részegnek kéne lenni. Vagy nem, az holnap szóltok. Addi későn kell. Addi lemaradt a szúrán. A bölé jó pálinkáról. A bölé már combban szúrta magát, úgyhogy meg vagyunk. Köszönöm. Igen. Na figyelj, hát Andi, ez igen. Egy rövid játék volt, sőt, nagyon rövid. A legrövidebb szinte a héten. De ez most nem jó kezdődött, de majd legközelebb. Na, majd legközelebb. Viszont nekünk, mivel jön a Mikulás vasárnap, van egy pici ajándékunk mindenkinek, azon túl, hogy nyerhettél volna egy ajándékcsomagot, hogy nem tudom, vannak gyerekek a családban? Igen, van. Na, ma minden játékos, tehát a hármasugrás játékosa és a mit mondóri játékosunk és a fekete fehér igen nem játékos a plusz ajándékot kap, egy gyönyörű szép, nagyon felturbozott, hihetetlenül high-tech szánkót szeretnénk neked adni. Ez csak úgy egy kicsit, csak csecse. Nagyon csecse kis szánkó. Köszönöm szépen. Jó, hogy ha már ajándék nincs, akkor a gyerekek ráülnek, aztán ródliznak egyet, de ez nem akármilyen szánkó. Ezért is érdemes volt. Ez egy csúcs kategóriás. Olyan fából van apám, olyan vasa anyám, olyan vasalattal, olyan ülőfelülettel, hogy megőrül. Az ülőfelület főleg, ilyen kis, ilyen fonott, ilyen kis gurtniszerű cuccból van az egész. Egyszerűen pazar. Nagyon jól néz. Nagyon csecse darab. Nagyon szuper. A kis gyerekek úgy, hogy majd valakinek akkor. Imádni fogják. Kössétek le után. Szamár után. Köszönjük. Autó után. Az 1002-es után. Az 1002-es után aztán menjetek. Há, vagy a malac után. A malac után aztán húzza a gyerekeket. A malac, hát reméljük lesz hó, és akkor tudtok szánkozni. Jó? Hát úgy legyen, minél hamarabb legyen hó, így van. Jól van. Köszönjük szépen azért a játékot, majd legközelebb akkor. Legközelebb menni fog adni. Jó pozást. Hello. Szia. Hello. Na, drága hallgatók, nem kell már a Mikulászot küldeni. Tényleg, aki most küldi, az kilövi magát a játékból. Olyannyira, hogy tényleg ne küldjétek. Ne küldjétek, mert nem magatokkal nem tesztek jót. Jó? Tehát, hogy elég volt. Meg lezártuk. Már nem érdemes, mert hogy akik most küldik, azok egyrészt kizárják magukat a játékból. Kettő, hát... Rohadtul zavar bennünket. Nagyon sok Mikulás esemes jön még, igen, és hát nagyon sok hasznos információ van a falon, amit látnunk kellene, illetve hát lejárt a versenyszabályzat szerint az idő. Tegnap délután ugye 3 óráig lehetett küldeni. Ma már teljesen felesleges. Egyrészt pénzkidobást, kettő, úgyse nyertek vele, aki eddig küldött és most elküldi, nem azért fog nyerni, mert most még elküldte, sőt, ezzel rosszat tesz magának. Úgyhogy... Hát 2 héten keresztül mondtuk, úgyhogy volt rá azért bőven lehetőség, meg idő. Ne küldjetek semmit. Na, mi ma sorsolunk, ugye, és sok-sok ajándékkal talál gazdára, úgyhogy szerintem már óra után is majd, már lehet, az órát is azzal nyitjuk, igen, hogy valakit annyi fölhívunk, van, annyi van, van, hogy valakit fölhívunk, és aztán egy kicsit beszélgetünk majd a Pécsi Mikulás történetről, és utána újra telefonálunk, és ma szolgálunk, és boldoggá teszünk mindenkit, aki felveszi nekünk a telefon. Ez egy jó kis nap lesz. Igen, jó, megelőzve kicsit a Mikulást. 4 perc, a 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 10 perccel, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk december 4-én, mindenki Mikulás Lászban ég már csak azért is, mert nálunk előbb jön a Mikulás, mint az igazi Mikulás december 6-án, mi már most ajándékozunk. Illetve pontosabban nem sokára ajándékozunk, aki tegnap délután 3-ig elküldte nekünk a Mikulás szócskákat egyszer többször, akár az ma, hát reménykedhet benne, hogy nyert tőlünk valami szép kis ajándékot. A Klasszefem Mikulását. Így van. És jó. A költet is hozzá. Én hallottam a reklámspotot, meghallgattam, hogy most még az megy, hogy küld. Ne higgyetek el mindent, amit a reklámokban hallotok. Jó? Ne higgyetek a reklámoknak. Mi vagyunk az... Negyedikéig az van
a reklámban, hogy ne küld negyedikéig. Vagyis harmadika 3 óra volt a szabályzat, de ma már negyedike van, nem. Tehát ma már ne küld. Nekünk higgyetek, mi vagyunk így a hitelesség forrása. Mm-hmm. Amit mi mondunk, az van. Amit mi nem mondunk, az nincs. Amiről nem beszélünk, nincs. Akit nem szeretünk, az senki nem szereti. Akit szeretünk, egy országimány. Nincs. Itt az van. Ennyi. És úgy van, ahogy mondjuk, gyerek. Nem tudunk más tenni. Higgyetek. Szépsebb higga, hogy ez egy előre felvett műsor. Így van. Nem vagyunk élőben. Ennyi. De egy és az összes családtagunk nyer. Ezen túl minden. Ezen kívül minden rendben van. Na, gyorsan azt átvarázsolom az egeret erre. Jó, addig én elmondom, ez egyik kedves hallgatón kérdezi, hogy drága Jani, tudnál olyan rock számot, amely az óvodai karácsonyi műsorba beilleszthetnék? Igen. De ott van például, a Twisted Sisternek van egy albuma, a Twisted Christmas című album. Egyébként most nagyon komolyan mondom, a Twisted Christmas című albumon egy rakás olyan szám van, amit lejátszhattok az óvodában, és minden különösebb következmény nélkül. Laza, jó hangulatú. És a Jingle Bells metában? Rockban? Nem, igen. Jingle, de Silver Bells, igen. Silver Bells. Rajta, igen. Jó. Elég sok ilyet lehet találni fönt egyébként a neten. Érdemes utána nézni, mert nagyon viccesek. Igen? Igen, amikor hogy hát lóhajú egyébként kőtresser arcokot menni, és akkor és egész jó. Jaj. Így van. Torzított gitárokkal sokkal jobban szól minden. Na, jól van, hát akkor meghallgatják, majd ezt letöltik, vagy megveszik, igen. Nézzük gyorsan a közlekedés híreket, hogy hogy állunk az úton, mi a helyzet. M3-as bevezető Pakesz írta nekünk, csak aztán nem küldött információt, hanem valami más, de azt most nem akarom beolvasni. Azt mondja, hogy csá, hogy keltetek? Mivel kezdtétek a napokat? Kérdezi valaki, de még nincs kérdés-válasz. Csak pénteken majd, illetve ma, de majd csak 9 óra után. Egyáltalán marad rá idő. Ma lehet, hogy elmarad, mert lehet, hogy csak sorsolunk. Mérnek Csornán? Kövér Aranyos falva és Bősárkány felé a 86-oson. Kövér Aranyos falva, na ne. Bősárkány, azt tudom. Az megvan. Kövér Anyós falva. Ja, Kövér Anyós. Ja, úgy kell. Kövér Anyós falva, az se jobb sokkal egyébként, igen. Azt mondja, hogy cserediekkel én voltam Finnországban, lelkemre kötötték, hogy ne mondjam a persze szót, mert hogy tényleg segget jelent egyébként. Tényleg segget jelent. Úgyhogy akkor értem már, hogy Benni miért mondogatta ezt. Kápolnán mérik a Gyöngyös felé haladók sebességét. Ervinke küldte nekünk, aztán... Semmi fontos, de még egy. Négyes út Szolnok felé a vezető oldalon. A Vecsési lehajtó előtt a belsősávban egy elütött macska, vagy kutya, vagy róka, vagy valami pihen. Uh-huh. Hát az nagyon már nem fog felkelni. Nem, már nem fut el. Ő már nem fut szegényke el. Szegényke nem. Szegényke. De elhordják majd a vadak. Nem? Hát vagy az autókerekek, ugye? Bizony. De igen. Valaki széthordja, az biztos. Aztán Csepeli úton két autó összement. És nagy dugó várható. Ez Dominik küldte nekünk. Na, arról mikor beszéltek, hogy a hallgatótok mit álmodnak veletek? Mi mindig beszélünk erről, mert mindent hallgató elküldi, de nem tudunk minden álmot egyenként megfejteni. Uh-huh. Balázsra és Janival voltam egy nagyon komoly forrásfürdőben. Jól hangzik. Jó, nem voltam és egy brutális bőrfoteles moziban. Aha. És engem elküldtetek muszikért, vagy? Igen, Balival azt beszéltük, hogy az ott lévő hatalmas hangszorokkal milyen durva bulikat lehetne csinálni, majd amikor hirtelen gyereksírást hallottunk, azt kérdeztem, ki jön segíteni a gyereket rendbe rakni. És a sírás már nem álom volt. Legközelebb jobb legyen a fiam éjszakája. Egy számot kérünk érte. Persze, kibeszéljük az álmodat, megfejtjük, jó, tanácsot adunk, és még és küldünk egy neked egy számot. Én hol voltam? Hogy mit csináltam? Ott voltál. Én nachoszért. Ja, igen. Forrásfürdőben. Valószínűleg nem hoztál magaddal a fürdőgatját is, mert ezért megpróbáltál valami kis fürdőalkalmatosságot szerezni. Lehet. És rohangáltál ott a kis flip-flop papucsodnak. Lehet, hogy valamelyik víz alatti örvény magával ragadott. Kiköpött egy csatornai a Pécsi Mikulás történet, beszélünk róla, mert szerintem tanulságos, hogy mi van ma a hallgatókkal, azt mondják, ezt nem mered beolvasni, Balázs, küldi ezt valaki. Ma tesztelnek bennünket. De csak ennyit. Ennyi, tehát, mert nem látom, hogy van ennek az SMS-nek folytatása, illetve előzménye. Az 58-as számról. Hogy rácáfoltál már. Ugye? Hogy milyen bátor vagyok ma reggel? Nagyon oda csal. Hát ezt figyelj, úgy csapsz oda, mint senki. Mi már Mikulás lázban égünk, hát ilyenkor az ember bármit megcsinál. Na. Ugye? Mikulás lázban az ember. Milyen bátrak vagyunk. Milyen bátrak vagyunk, igen. Szóval a Pécsi Mikulás története szerintem nagyon tanulságos. Hát, ha vannak hallgatóink, akik ott voltak, meséljék el, hogy menekítették ki a rendőrök a Mikulást. Érzékenyebb hangulatú szülőkedvért mondom, hogy próbálunk úgy beszélni a hírről, hogy ne érintse érzékenyen a gyerekeket.
Bár a pécsi sztorinál nem tudom, hogy van-e valami, ami érzékenyebben érinti. Mikor 3 órát vársz jéghidegben a Mikulással, ott van 10 percet, majd testőrök elrángatják a tekki menekíti csákját, hogy húznak a fejére, nem tudom, csúkját, fölrángatják a városházára, integet, miket, és soha többet nem látod. És állsz egy ilyen félig megfogyott kürtös kalácsa. Na, meg egy félig megfogyott gyerek. Igen, de hogy mégis mi történt? Mindenki Pécset várta a Mikulást. Rengetegen voltak. Ez azt tett hozzá, mert fontos, hogy az igazi Mikulás. Az igazi. Tehát a finn jöllökuki. Na, ezzel húzom föl mindig nagyon a magam. Finn jöllökuki. Na, most kezdem el. Még ezt 3-szor elmondom, és felszólítom a szülőket, hogy kapcsolják ki a rádiót, ahol gyerek van, és elmondom az igazi véleményemet erről az egészről. De tényleg így hirdették meg, és ha én pécsi szülő vagyok, na most azért akarok, de mert ez nem egy átlag nem, Mikulás. Na most nem, 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 nem mondhatod el. Csak ki érkezett Pécs városába, és ez nagyon fontos. Uh-huh. Na, egyáltalán nem fontos. Egyáltalán nem fontos. És azt is elmondom mindjárt, hogy miért. Igen, megérkezett a fiú Jólomuki. Jólopuki. Az. 3-4 órát késett, mire megérkezett Pécs főterére. Mert hogy állítólag valami drága volt, és hogy két város tudta megvenni, Komlóra érkezett volna, csak hogy Pécs is kicsit beszállt, mert sokat kellett fizetni a Mikulásnak, és magas költségek miatt Pécs is beszállt a programra, csak megcsúszott Komlón. De nem úgy, hogy elváltodott, hát hanem a komlói program kicsit megcsúszott. Én ezért tudtam, hogy lesántult az egyik rénszarvas. Jó, te hozd a gyerekvonalat folyamatosan. Ezért a Komló kifizette az 500 eurót, majd Pécs is beszállt valamennyivel, kaptak egy kis árengedményt, és 350 eurót összedobtak még a pécsiek, és elindult Pécsre a Mikulás. Megcsúszott. Nem, bekenték csodabalzsammal a bokáját a rénszarvasnak, meggyógyult, megetették, megitatták, aztán útnak indultak vele. Most tényleg 500 euró volt a nagy összeg, azért ment el, oda jól lopuk ki. Hát, ezt írják különböző, euró, a Dunántúli napló, nem tudom pontosan, hogy ez mennyi. A két városnak fejenként 500 eurót kellett volna fizetni, nem egy akkor összeg. De ugye nem is erről van szó, hanem hogy álltak ezek a szerencsétlen gyerekek kint a Pécs egyik nagy terén, és nem jött a Mikulás, több százan voltak, néhányan azt írják, hogy akár még ezren is, és ugye mire megérkezett a Mikulás, addigra mindenki annyira felfokozott idegállapotban volt, hogy ki kellett menekíteni a Mikulást Pécsről, és körülbelül 8 gyerekkel tudott a Mikulás találkozni, meg kirángatták onnan. És hogy jöttek a plexipajzsos rohamrendőrök? Hát, na, ezt akarom elképzelni. Tonfával. Ahol ütik a gyerekeket. Szerencsétlen szülőket, akik egyébként várnak a gyerekkel a nyakukba, a gyerek, aki nyűgös. Állsz 2 órát, majd megjön a Mikulás, és 10 perc után azt látod, hogy kimenekítik a tömegből. Megőrült ez a világ. De komolyan. De miattatok kellett kimenekíteni a Mikulást, akit oda mentek a gyerekkel, és nem viselkedtek emberi nagyságukban normálisan. Szülő, a beteg szülő miatt kellett a Mikulást, és mondom még egyszer, mert ez nagyon fontos, hogy az igazi finn Mikulás. De ez egy hülyeség. Hát ez egy baromság, amit mondasz. Hát de miért? Oda mész, mert a gyereked látni akarja az igazi Mikulást, te nem mész oda? De oda megyek, de a gyerekemnek mindegy, hogy melyik Mikulás látja. A gyerekemnek teljesen mindegy, hogy az óvodában lát egy Mikulást, én öltözöm be Mikulásnak, neki a mágia a lényeg, a csoda a lényeg, hogy ott van. Ő nem azt nézi, hogy ott van-e a nevén, hogy originál, nem tudom, Jólopuki. Neki, ő látni akarja Mikulást, itt miről van szó, hogy a felnőttek és a felnőttek gondolkodása az, ami megnyomorított most 5-600 gyereket, akik egyébként csalódtak a Mikuláson, mert a gyereknek mindegy, hogy te milyen Mikulást viszel. Hogy lenne már mindegy, ez olyan, mintha mondjuk meghirdetnének egy közönség találkozót a te neveddel, és az Istenes Bence. Na, mert hasonló, kicsit hasonló, de, hát kicsit hasonlít. Hát az hát igazi. Ha egy 5 éves gyereknek minden Mikulás igazi, ezt értsétek meg. Minden Mikulás. Amikor én beöltöztem ma bennek, én is igazi voltam. Aha. Amikor... Nem, az igazi Mikulás volt. Ha bemegy az óviba egy Mikulás, az is igazi Mikulás most mi volt? Várták a Mikulást, megnyomorították ezeket a szerencsétlen gyerekeket, nem találkozhattak a Mikulásra. Volt a gyerek, akik sírva mentek haza. Miért? Azért az apjuk miatt nyilván. De nem az apa tehet róla. De hogy nem, hogy ott elviszed a főtérre a gyereket, akkor pont most a magad csapdájába esel. Kicsit a szülő is. Igazad van. Akkor viszont tök mindegy, hogy a pécsi főtéren az igazi Mikulás, vagy egy álmikulás tevékenykedett volna. Ha az álmikulás van ott 10 percig, akit szintén ki kell menekíteni, megmutatják még a város
városháza ablakába, de... és elviszik, ugyanúgy felháborodik a gyerek. Igen. És tudjátok, ilyenkor úgy működik ez az egész, olyan lélektalan, hogy na még egy percet, ha most lelépek, és már ennyit vártam, biztos 2 perc múlva majd megérkezik a Mikolás. Na de miért? Mert te felnőtt fejjel azt gondolod, hogy nekem ezt látom kell a gyerekemnek, és nekem őt meg kell mutatni, de higgyétek, egy 4-5-6 éves gyereknek minden Mikulás csoda. Tehát, hogy tényleg az, aki a sarokból jön ki, a zöldségestől jön ki, bekopogtat hajnalba, az oviba megy, az iskolába megy, minden Mikulás egy csoda. Hát neki nem kell a 4 órát várnia, hogy láthassa az igazit. 5 évesen nem tud különbséget tenni a finn jólopuki, meg az öcsi bácsi jólopuki, vagy között, érted? Neki tök mindegy, csak kapjon ajándékot, mondjon 2 mondatot, és aztán le van tudva. Erre mi történt? 3 órát vártak, és síró gyerekek mentek haza Pécsre. De értitek? Normálisok a felnőttek? De ennek aranyfonállal a hátára volt hímezve, vagy originál. Érted? Ő az igazi. Ő az igazi Mikulás volt. De most ez tök mindegy, tehát ha és egy időre érkezett volna, érted, meg van hirdetve egy rendezvény. Okay. Ha egy mű, értelek, csak gyerek, tehát tök mindegy, hogy az igazi, bár ez az igazi Mikulás volt, vagy egy mű Mikulás van ott, az tök mindegy. A gyereknek azt kell mondani, hogy igen, siet a Mikulás bácsi, mert még rengeteg gyereken menni, örüljünk, hogy ilyen messziről is láttuk. Ehelyett a szülő mit csinál? A nyakában a gyerekkel valószínűleg elkezd üvöltözni, hogy mert miért nem jössz ide? Mikulás, hát igen, kedves Mikulás bácsi. Miért nincs akkor egy tartalék Mikulás? Miért nem beszéltek? Hát úgyis csak szombaton lesz a következő élő, hogyha jól emlékszem, érted? Csúlya Imrét szerintem felennyi lovért bármikor el lehetett volna hívni, nem? Igen, alkalmas. Picit finom átalakítás, meg is lettek volna. Picit kellett volna nagyobb. Ennyi. Ilyen, akkor kell lenni egy tartalék Mikulásnak. Van egy hallgatónk, aki ott volt. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia. Te ott voltál? Igen, ott voltunk. Kivittek a szüleid? Igen. Hello Kitty. Na, hello. Ti mennyit vártatok? Hát mi 1 órát körülbelül. 1 órát? És mekkora volt a káosz? Nagy káosz volt? Hatalmas, hatalmas. Mert ott látszott, amikor leparkoltunk és sétáltunk fölfelé a Széchenyi téren, hogy így hömpölygött a tömeg. És amikor odaértünk, akkor egy anyuka szájából elcsíptem azt a mondatot, hogy itt többen vannak, mint szilveszterkor. És akkor ott éreztem, hogy itt akkor baj lesz, és... Hát tényleg az volt, hogy mindenki felháborodás, a gyerekek türelmetlenek. Én alapból is azt gondolom, hogy egy gyerekműsornál nem szabad se késni, se váratni a gyerekeket, mert hiába minden szülő arra neveli a gyerekét, hogy türelmes legyen, de azért így nem lehet. Tehát, hogy nem lehet így megváratni a gyerekeket, aztán pedig ilyen kudarcot okozni nekik. Na de te miért vitted oda? Hogy közelről találkozol a Mikulással, nem? Így van. Nekem 2,5 éves a kisfiam. Tavaly 1,5 éves volt, nem volt jó emlék neki a télapó, félt tőle. Azóta azt próbáljuk neki magyarázni, a télapó aranyos, kedves, ajándékot hoz. Most ráhúztatok még egyet akkor. Hát most ismét, igazából a télapót nem látta, csak azt, hogy nagyon sok gyerek sír. Úgyhogy tovább. De azért, mert a felnőttek hülyék. De most ezt komolyan mondom, abban tök igazad van, és ezt abszolút adom kit, és ebben veled vagyok, hogy egy rendezvényről ne késsen. De egy gyereket odavinni és távolról megmutatni neki a Mikulás, hogy nézd, itt van, de nem mehetsz hozzá, nem ülhetsz az ölébe, nem foghatod meg a szakállát, mert sokan vannak egy tömegrendezvényen, ez a felnőttek hülyesége, hogy vigyük el a gyereket, mert ő az eredeti jólopuki. Ez egy sznopság, ez hülyeség. Egyébként 6000 jólopuki van a világban. Na most a Fi Mikulás Szövetség tökön szúrta magát. A gyereknek mi a lényeg? Hogy legyen személyes, jöjjön be a lakásba, legyen ott az oviba, megfoghassa a szakállát, ne legyenek túl sokan, zavarban van, nem mond semmit, kap egy csomagot, kap 2 puszit a Mikulástól, és elmegy. De egy tömegrendezvényre elvinni, hogy 30 méter távolságból integethesse a Mikulásnak, látod? Na, hát még ajándékot csak kapsz. És utána 600 gyereket sírva hazavinni, hát ezt én nem értem. Nem így van? Nekem az volt a tervem, hogy megnézem, hogy reagál, mert bölcsi. Ja, messziről. Uh-huh. Ma jön a bölcsibe a télapó, és kíváncsi voltam, hogy még ugyanúgy reagál-e, mint tavaly. Hát még 2,5 évesen, 3 évesen már nem fog szerintem, még most lehet, hogy félni fog, de már 1,5 évesen persze, hogy fél. Hát nagyon, nagyon kicsi még. Még most is nagyon kicsi. Igen. Ah, igen. Aha. És akkor mi volt? Kimenekítették a Mikulást? Igen, tehát ez tényleg, ahogy leírták, jött a Mikulás, igazából nem láttuk, és én is azt sérelmeztem, hogy volt egy kivetítő, és reklámok mentek, nem odaillő reklámok mentek. És akkor azt mondták, hogy mert hogy költséges lett volna kivetíteni a Mikulást. Atyaisten, hát, mi van? Atyaisten. Szóval, hogy amikor tényleg a szülő közbeszól, illetve mondta, hogy nem a szülő, a felnőtt, és pénzt csinál az egészből, és bizniszt csinál az egészből, és ennyit fizetünk a Mikulásnak, és meghaknisztatjuk 3 városba, ki szívja meg? A gyerek szívja meg.
Nem? Mert mi van? Üzlet van a Mikulás mögött is. Ide 500 euróért, oda 300 euróért, 800 euróért, mindenki tegye szépen, jól lopuk itt meg a Finn Mikulás Szövetség zsebét tele. Aztán mondd meg 600 gyereknek, hogy nem tálkoztatod a Mikulásra. Miért? Mert a miért kell ebből bizniszt csinálni? Csak csendesen mondom, hogy ez egy szolid 400 kilométerre autóztál a Mikulásért. Mikor majd jön? Igen. Hát, mikor majd jön az óvodába? De jön az óvodába, de egyedül mentem, hát de akkor, vállaltam az hát utat, levittem, találkozott vele. Igen, oké, de akkor persze, ezek a szülők, akiket most azt mondod, hogy 600 micsoda... 600 ember közé, vagy 800 hát, ember közé. Most ő távolabb akart állni, csak nem volt távolabb. Volt olyan, a mindenütt csak mondd ember volt. Mondd már meg ödönkének, hogy távolabb áll. Érted? Szegények. Hát figyelj, az elsodorta őket a rendőr. És a kimenekítést, azt hogy képzeljük, hogy belefarolt egy páncélozott tekerszállító jármű, jött tömegbe, és kicsapodott, hátul kiugrott a plexipajzsok, vagy hogy volt? Elvitték a városházába, és onnan még integetett. Igen, menekítették, szirénázó rendőrautók voltak, és úgy bekísérték. Jézus, és akkor ő még kiment a városházára integetni? És integetett, na, igen. És akkor onnan lehetett látni. Aha, az magyarázza meg a gyereknek, aki várta, hogy nézd, most csak neked integetsz. Az igazi. Na, most szeret, látod? Az ilyen Mikulások, és aki ezt szervezi, az valójában nem szereti a gyerekeket. Nem szereti a gyerekeket. Ez a pénzről szól, és nem a gyerekekről. És én ezt állítom, hogy így van. Mert akkor jön 10, minden városba 3, és tud találkozni a gyerekekkel. Ez biznisz. Én kis rosszul vagyok ettől az egy eredeti jólopukitól. Milyen alapon tulajdonítják ők ki maguknak, hogy az egy eredeti? Hát kapják Mikul, be. Nem egy eredeti, mert az én bölcsödémben is eredeti jön, a tebbi iskoládban is eredeti megy. Pécset is eredeti volt, Komlón is, Mohácson, Budapesten is. Holnap után 600 eredeti megy körbe. Mi az, hogy az egy és az eredeti és az originál? Ne, a nagy büdös nagy szart. Ja, bocsánat, jó kis refel, bocsánat. Igen. Itt vagyok, Kitty. Oké, én is. A gyerek még alszik, ugye? Nem ül az öletbe most. A gyerek? Megőrülök, mikor gyerekekkel ezt csinálják, azon én nagyon fel tudom húzni magam. Azért már a hülye felnőttek mindenből bizniszt csinálnak. Mivel kárpotoltad a gyereket, Kitty? Azt mondják nekem, még kicsi egyébként, te még szerencsésebb vagy szerintem, itt az 5-6 évesek csalódnak. Azt mondtad, hogy ma jövőre kincsem. Mit mondtál neki? Hát igazából annyival, hogy ma jön a bölcsibe, és akkor... Az jó. Ennyi. De különböző fórumokon olvastam, hogy azzal kárpótolják a pécsi lakosokat, hogy lesz Mikulás futás, amit úgy kell elképzelni, hogy bikiniben és Mikulás sapkában, illetve motoros Mikulás felvonulás. Ez milyen jó, ezt a gyerekek mennyire fogják élvezni. A 3-4 évesek, hogy csöcsbe rohangálnak majd ott Mikulás jelmezben, meg félmeztelen szőrös melkasú férfiak. De szeretik ezt a gyerekek, hogy kárpótolják őket, hogy bepromotálták egy következőben. Akik egy csokit akarnak kapni és meghúzni a Mikulás szakállát, nekik egy motor Soros Mikulás felvonulás biztos nagy élmény lesz. Meg de majd az igazi húsvétén nyuszi, amikor jön. Hát, fú, figyelj, 6000 euróért az igazi. A Jézuskát is az eredeti karácsonyra. És nem Komló után, hanem Komló előtt jön majd. Igen. Ja. Figyelj, csak Kitty, és azt mondták, hogy azért nem vetítik ki a kivetítőre, ahol reklámok mentek, mert az túl sokba került volna még egy kamera. Hát ezt nem mondták, különböző fórumokon olvastam, hogy költséges lett volna kivetíteni. És milyen reklámok mentek? Tehát abból finanszírozták a befolyt igen. reklámból a Mikulás meghívását? Azt nem tudom, hogy abból finanszírozták-e. Különböző nem akarom mondani, mert ez nem a reklám. Januárban megrendezésre kerülő rendezvényt reklámoztak, ami felnőtteknek szól. Aha. Tehát januári rendezvény. Bécsen. Igen, és abszolút nem gyerek, tehát most ha mesefigurákat vagy télapos videókat vetítenek, ami eltereli a gyerekek figyelmét, az megint más, de ez egy teljesen más témakör. Uh-huh. Sírtak szegénykék, tényleg? Nagyon sírtak. Komolyan, tehát ott állt, mit tudom, 1000 szülő, 500 gyerek, és zokogtak a gyerekek? Hát meg nyilván igen. meg is ilyet szólod, azért ott elindul a tömeg. Meg a szülők is nagyon feszültek voltak, lögdösödtek, egy ilyen tömeg volt. Én azt hittem, hogy ilyen pánik hangulat, hogy így nem lehetett lépni, sokan ugye babakocsival. És... Hát meg a kimentésnél a hang, meg a fénygránátok. Igen, maszkos tekesek. Igen. Na jól van, hát reméljük jövőre jobban sikerül. Reméljük, tanultunk belőle. Meg reméljük a szervezők is tanultak. Igen. Most minden szülő, akinél most éppen gyerek van, az kicsit halkítsa le a rádiót, te maradják itt ide. Egyébként szerintem a legnagyobb élmény, én ezt komolyan mondom, remélem most gyerekesek le tudták halkítani, hogy
A szülő akkor tesz a legjobbat, ha ő lesz a saját maga gyerekének a Mikulása. De tényleg. Én 2 éve beöltöztem, a legnagyobb öröm volt, a Benny erről beszél, és nem magamat fényezem, mert nagyon sokan csinálják, a legnagyobb örömet ezzel okozott. De tényleg. De most már mert neki... mert most már lebuksz. Tehát most már a Bennynek a rendes Mikulás kell. Van a kor, négy év, az is csak... Letojta, annyira letojta. Hogy... Négy évesen az nagyon jó, ez én sem. Ma már, ha én beöltöznék, érted? Ez de jó, de 8 éves a gyereket, hát konkrétan PlayStation-t akar vízni. De még hisznek benne, tehát ők még várják, amik itt, de már én nem tudom őket ezzel megetetni, hogy én vagyok. Hoppa! Kitty, puszilunk. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra, reméljük jövőre jobban sikerül, ciao. Hát meg az óvodai. Puszi, ciao. Hello. A bölcsi sovis, igen. Nagyon nagy érdekes van. Nem, milyen? Na mindig. De mondjad, ne maradjon benne. Nem, háborogjatok ti is, nem akarok tűnni, nem. Elmondtam már mindent. Az Origi fiú alapú kiló. Olyan szomorú. Tehát, hogy... Tudod? Olyan szomorú. Háborogjatok. De meghatottam, hogy te ezt mondod. Az a baj. Hogy olyan szomorú? Olyan szomorú ez az egész. Látom, hogy mindjárt elsírod valamit. Úgy megviseltek a történetet. 7:30. Bikiniben fognak futni. Nem is olyan rossz. Ugye, nézd, már megvan. Igen. 7:30 pontosan. 1 perccel jövünk mindjárt. Jó, kitalálhatjátok, hogy mit mond Dóri. És ezen kívül már lehet, hogy valakit föl is hívunk. Sőt. Mert hogy itt van nálunk az eredeti Mikulás december 4-én. Igen. Valakit megajándékozunk. De jó. Úgyhogy jövünk vissza mindjárt a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Mi vagyunk most a Mikulás? Mi vagyunk most az igazi Mikulás? Mi vagyunk az igazi Mikulás? Ne sajátítsuk ki. Hogy rakhattatok be egy rövid száma? Hogy ne dobnál egy százast? Tegnap bedobtam 5 kilót. Jaj, ne menjünk már rá erre megint. Ez annyira, ezt már Balástól láttuk, hogy majd begyömöszölök egy 500-ast, és hetekig, hónapokig abból él. Mostanában nincsenek tiltott szavaim. Egészen jó vagyok. Majd találunk újakat. Nem, figyelmeztetünk rá. Találunk újakat. Vagy tegnap nem mondjátok, az a ti hibátok. Hát az a ti hibátok viszont, ha nem mondjátok, mert puhák vagytok, akkor az a ti hibátok. Én nem vagyok puha jelkésel, én azon mondom, dobsz, hogy a Feri levegőt vesz, és mondom, hogy Feri dobja egy 100-as. Tehát, hogy... itt nincs kegyelem. Én legalábbis nem kegyelmezek. Ti, ha ti puhák vagytok, nem szóltok, az... Mi emberek vagyunk, tudod? Ez a nem, ti beszarjak vagytok. Nem vagytok ti emberek. Nem, csak én merek szólni, és belállok, ti meg puhák vagytok, és nem szóltok. Ez a különbség. De ha tudjuk, hogy egy éhező gyerekettől veszük el a 100 forintosaidat. Na jó, dobj egy 100-as felé. A negyed mondat, már átírjuk, azt is átírjuk. A mindent átírjuk. Ja, bármit mondok 100-as. Bármit mondasz 100-as. Bármi, 100-as. Ha csak mondani akarsz valamit, az 50. Okay. Jó? Tehát én levegy. 50 felé. Ja. Kész a kávét, Bali. Az már azonnal 100. Főzzem neked kávét, a Laci. Na, hívjuk akkor az első nyertesünket. Hívjuk mindenképpen. Jó? Hívjuk a nyertesünket, és... és adjunk neki egy szép kis ajándékot. Mit szóltok mondjuk egy játékvásárlási utalványhoz 100 000 forint értékben? Ez igen, király. Ja, 100-as. Azt a mindeni, te jó hangzik. Igen. Jó reggelt kívánunk, hello. Szia. Itt a Mikulás. Te nagyon betegek vagytok. Hello, Balázs. Jani, Feri, ciao, Morning Show, szia. Szia! Jó helyen vagyunk, Anett, te vagy? Igen, én vagyok. Anett, hello, hol csíptünk el éppen? Munkahelyemen vagyok éppen. Mit csinálsz? BM-nél dolgozom. Ojjjjj! Eseménymentes szolgálatot. Ja, ezt nem tudom, hogy egészséget! Oda nem jöhet a Mikulás, BM-be nem engedik be. Nem. BM-ben nem. Nagyon, nagyon komoly ellenőrzések vannak. Anett, te írtál nekünk SMS-t? Így van. Mikor vásároltál, mit vásároltál? Illetve pontosabban az a mit, az nem is fontos, csak hogy vásároltál-e tényleg? Így van, vásároltam, illetve tankoltam benzinkuton. Nagyon jó. Megvan SMS formájában a dolog, hogy Mastercarddal vagy Maestroval tetted mindezt? Vagy Mastercarddal vásároltam. Jó, és ezt majd tudod igazolni, ha bejössz ide. De ez a lényeg. Jó, egy BMS mindig tudja magát igazolni, Balázs. Természetesen. Így van. Van egy gyermek a családban. Így van, van 2. 2? Hogy hívják őket? Csongor Csenge. Csongor Csenge. Csongor Csenge.
Mekkorák a gyermekek? 10 éves és 9 éves. Hát az legszebb korszak. Azok még sokat játszik az ember, már fontos a tanulmány, de azért még be. Igen. Így van. Játszál. Na, mesélték. Úgy emlékszem, ilyen volt. Mit szólnál egy játékvásárlási utalványhoz 100 ezer forint értékben, Anett? Hát igazán boldoggá tennétek vele, hogy így lenne. Oda is adjuk neked! Boldog Mikulás kívánunk! Ez most nagyon komoly. Megmondom őszintén, azt hittem, hogy a kollégáim szórakoznak két irodával odébb. Nem. Tudod, hogy a kollégáidnak nincsen ilyen jó humorérzék. De mikor jöttél rá, hogy mi vagyunk valójában? Még mindig, tehát még egy fél perc, és azt hitted? Hát most így a hangot egy kicsit. Basszus, nekem meg volt végig egy érzésem, hogy valami nem stimmel, nem ment át, még nem tudja, hogy kik vagyunk, vagy nem tudja, hogy kivel beszél, vagy gyanakszik. Ez nem, vagy... anyám pedig le volt veled. Nem, halál komolyan, Anett, ezt éreztem végig a beszélgetésen, hogy valami nem stimmel. Nem olyan a hangod, mint amikor már megismersz bennünket, és örülsz, és részt veszel. Hát nem olyan, megmondom. Végig kívülálló voltál a beszélgetésben. Igen, hát egy BMS ilyen. Na jó, ha a BMS gyanakszik mindig, érted? Nem csalnak az ösztöneim, komolyan mondom, hogy valami nem, de próbáltam, hogy gyerek, beszéltetni, rájöjjek. Nem, nagyon hasonlít a hangot telefonon egy telefonos ismerősöm, az, aki telefonos cégnél dolgozik, és azt hiszem, hogy ő szórakozik. És most már honnan tudod, hogy mi vagyunk az igaziak? Hát nem tudom, én mindig nem tudom, de bízom benne, hogy... Igazolják magukat. Na, akkor elmondom, hogy gyere át a két szobával arrébb, jó? És akkor itt várunk. Biztos voltam benne. Na, azért gyere az irodából, gyere ki, gyere jobbra, és két irodával arrébb menj ebben. És bocs. Jössz? És bocs. Jövök. Na, gyere. Most csavartuk viszont igazán be, mert most viszont azt hisz, most átmegy két irodával arrébb. És mindenkit le fog cseszni. Hogy ti szórakoztok el. És mindjárt visszahívjuk. Várunk egy kicsit. Odaért már? Hát szerintem igen, a két szoba akkor. Hát, hidd el, hogy éreztem, hogy nincs benne a beszélgetésben. Tehát, hogy végig kívülálló, gyanakvó, röviden beszél, fülel, szimatol. Nem mondom, ennyire nem lett karót nyelt egy BMS-se. Igen, éreztem, hogy valami nem sem mondom, bepróbálom, hát, ha átmegy két szobával arrébb, és átmegy. De jó lenne most ott lenni, ott hallani, hogy mi történik. Igen. Miért szórakoztok? Miért nem azzal szórakoztok, hogy együttös veletek? Anett, kicsoda, hívjuk vissza. Tudtam, hogy valami nem stimmel. Próbára teszem, mondom, hát meg tudom még tréfálni, hogy átmegy egy két szobával arrébb. De most a végén meg tényleg azt gondolt, hogy a kollégái vagy? Nem, végig azt gondolta. Ebben ez a csavar. Dobj egy 100-est fel. Anett, Balázs, Morning Show, tényleg mi vagyunk? Tényleg? Na jó, nem. Gyere a 206-os. Gyere a 206-osba. 206-osba nem tudok menni. Hányasba vagy? Hol vagy? Lent vagyok a földszinten. Nem vagy a földszinten, gyere át a D-blokkba. Na, halló? Nem vártam! Most akartam elmondani, hogy tényleg mi vagyunk! Honnan a francba tudtad, hogy van D-blokk? Honnan tudtad, hogy van D-blokk? Mit tudom én? Hát mondottam ebből fölöm a D-blokkot. Nem? Na jó. Bont akartam megkérdezni, hogy hol vagy a Teve utcában, mert a Teve utcát ismerem, mondtam, akkor gyere fel a negyedikre. A pénzügyre. Van negyediken pénzügy a Teve utcában? Csak van. Mindenhol van pénzügy. Igen. De ott nincs is pénzügy. De tegnap helyeztek át minket. Még egy utolsó kísérlet. Jó, ő a nyertesünk, ha nem veszi fel, akkor visszajövjük adás után. De hogy bizonyítjuk be neki, hogy mi vagyunk? Sehogy. Hogy? Nem tudjuk bebizonyítani. Gyere fel Skype-ra. Ez egy vicc az egész. Hogy... Új telefon. Halló. Anettet keresünk, Morning Show, Class FM, hello, Sevestyén Balázs. Itt a Rákóczi Feri meg a Vadó Jani, hello, nem tudom ki vagy, de mi Anettet keresünk nagyon. Halló. Anett Marázs, Morning Show, Class FM, tényleg. Itt a Jani meg a Feri, hello. Egy ajtóval arrébb voltunk. Tényleg mi vagyunk, Leneted? Class FM, a rádió, Balázs. Itt vagyok. Hello! Tényleg átmentél a másik szobába? Nem mentem át, de már teljesen kicsi röhög rajta mindenki. Mert bizonytalan vagy, hát nem hiszed el nekem, hogy tényleg mi vagyunk. Pedig tényleg mi vagyunk, és nem a kollégáim. Az ötödikről. Ötödik nincs, akkor az nem, 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 a három emelet van. Jó, igen, akkor a mínusz egyen. Nem, mi vagyunk, Anett, a rádióból, figyelj ide, drága. Egy 100 000 forintos vásár... Ja, vásárlási utalványt adnánk neked, mert egyrészt ilyen hősiesen álltad a mi kis tréfánkat, kettő, hogy küldtél SMS-t, és te nyertél. És ez igaz?
remélem, hogy így. Ja, de helyes vagy, te mindig nem hiszed. Amúgy nem is 100, csak 8. Mivel tudom neked bebizonyítani? Itt vagy? Mit csinál? Halló! Ne nyomogasd! Vedd le a homlokodat, Ricci, a telefonra. Mit vettél? Nem nyomkodok semmi. Valami nyomkodás van. Figyelj, adjak be neked valami effektet, vagy bizonyítsam, mit tudok? Nem kell, nem kell semmi, dehogy. Nem kell. Tudok egy ilyet, hallgass meg, figyelj. Bam, bam. Ezek... Bam, bam. Ezek... Ilyet nem tudok adni a kollégáim. Nem, hát. Mi vagyunk azok. Jó? Anett, visszajövünk még adás után, és használják egészséggel a gyerekek, tegyétek be nekik a falá, vagy a Mikulásnak a kezében nyomjátok, 100 000 forint értékű játékvásárlási utalvány, ezt elkölthetitek ügyesen szépen a gyermekekre fordítva. Jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te itt van, várom a hűvát. Így van, én vagyok, Balázs, hidd el. És még Balázs mindig. Vagyok, hidd el, én vagyok, Sebestyén Balázs, igen, én. Abszolút, ennél jobban nem tudom neked bebizonyítani. Van egy anyajegy a bal kezemben. Mi történik a BM-nél, hogy így elveszik az emberek hitét? Ti ott a BM-nél azért nagyon gyanakvók vagyok. Igen. Igen, most hívjuk Pintér Sándort, hogy meggyőzön téged. Anett, puszilunk, imádunk, szeretünk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. További szép napot nektek is. Ciao, hello. Ő továbbra sem hisz bennünk. Nem, pedig gyerekek, mindent megtettünk. Tehát azért, ha valaki ennyire szkeptikus, mindent megtettünk, de nagyon helyes volt. Jó, figyelj, gyerekek, vannak jó helyre, mert Mastercard-dal vásárolt, úgyhogy... Nagyon jó, nincs semmi gond. Tessék, itt az ajándékutalvány tűnt, de nem hiszem el. Jó, itt vannak az ajándékok, amiket az ajándékutalványból vettetek meg. Nem hiszem el. Nézd, és személyesen itt vagyunk, Balázsony Feri, nem. Ők a gyerekek, ők bárkik lehetnek. De helyes volt. Na jó, játszunk egy kicsit, megyünk tovább, jó? Ki kell találni hallgatóinknak, hogy mit mond Dóri, úgyhogy figyeljetek. Visszafelé beszélünk. Ülész hebére faszít. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek, itt Zseh vagyok. Új, de jó vagy. Mondd még egyszer. Itt Zseh. Itt Zseh, az E-S-T-I. Igen. Egy is van. Eszti. Hello, Eszti. Zseh profi. Hello. Sziasztok. Én a hallgatók hétek eszembe se jutott, hogy Anetta, be kellett volna kapcsolatni a rádiót. Tehát, hogy menj oda, és hallgass, hogy a rádióban magad. Hallod magad? És akkor már talán nem hitte volna. Nem, az nem én vagyok. Igen. Hello, Eszti, hallottad az előző játékosunkat? Igen, nagyon jó volt. Ő szegényként, hát a BM-nél dolgozik, de talán még a megszokottnál is gyanakvóbb volt egy picit. Gyanakvóbb volt, igen. Igen. Te merre vagy, Eszti? Körbottyánban. És te hiszed, hogy mi vagyunk? Hogyne. Biztos? Nem a kollégáid? Biztos. Akkor gyere át a Kossuth utca 2-ben. Mivel foglalkozol? Technikai munkatárs vagyok. Technikai munkatárs. Egy művelődésházban? Igen. Ezt is tudom. Anna ideírta. Jól van, Eszti. Na, figyelj, hát neked már csak egy szólásmondás maradt. Ismertettem a játékszabályokat, mert egy új játékról van szó. Valami drága Dórink zseniálisan beszél visszafelé. És a feladatod az lenne, hogy fél perc alatt kitalált, hogy ő mit mond. Neked ez jól megy, mert ennek a játéknak az a trükkje, hogyha az utolsó szót már elkezded lefordítani, az már jó kiindulási pont lehet. Igen. Mivel a többi játékos kilőtte a tárgyat, az állatot, a helységnevet, neked már csak a szólásmondás maradt, ami azért nehezebb, mert az egy kicsit mindig hosszabb. Hosszabb, igen. Fél perced van. Fél perc alatt mi kétszer megmutatjuk anélkül, hogy kivennénk bármit a csomagból. Te mondhatod el, hogy mikor mutassuk meg másodszorra. És utána viszont már minden egyes megmutatásnál elkezdjük kipakolni az ajándékcsomagot. Rendben. Jó? Na figyelj, indítjuk akkor az órát. Óra indul, 32-től indul a másodperc, és utána 30-tól indítom neked az elsőt. Mert felkészültél? Igen. Na figyelj. Mit mond Dóri? Ez a kérdés. Tágofad zénen, kanul két nája. Ajándék. Ha meg vagy. Szólásmondás. Ajándék. Mutassam még egyszer? Igen. Tágofad zénen, kanol, kédenája. Kédenája, kanol. Kanol. Hát ott voltál. Kanol. Tök jó indítottad.
kanol. Kezd el még egyszer. Ajándék, kanol. Itt vagy? Kanol. Igen. A kanol hát fog is vissza. Hallgass meg, figyelj. Ajándék lónak, ne nézd a fogát. Kanol, hát lónak, hát ott voltál az ajándék, és a kanol, ha megvan lónak. Ajándék lónak, és azután már beugrik. Így van. Így van. Ajándék lónak, ne nézd a fogát. Tágofad zénen, kanol két nája. Bizonyám. Igen. Igen, csak most éppen ökölbe van szorulva a gyomrom. Jaj, de helyes vagy, hát te is izgulsz. Nagyon izgultam. Igen. És egyébként se hiszem el, hogy ti vagy. Így van. A titkárságról szórakoznak meg. Ezt ide helyes vagy. Legközelebb. Igen, de? Köszönöm szépen. De a van egy garantált ajándékunk. De van egy garantált ajándékunk, nem tudom, van egy gyermek a családban. Hogyne, egy unokám. Nagyon jó, mekkora? Hány éves? 3/4-4 éves. Ó, hát ő biztosan örülne egy vadonat. Feri, ez mennyi? 3/4-4. 3/4-kor lesz 4. Mindjárt 4. Igen. Egy vadonatúj felturbozott, csodálatos szánkót adunk mi még ajándékba. Hát ez nagyon szuper. Jó, ha leesik az első hó, akkor mehettek szánkózni. Reméljük, hogy lesz is. Mi is ebben bízunk, küldjük, jó? Ez a mi kis plusz ajándékunk. Na. Nagyon köszönöm. Puszi. Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, hello. Egy perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk egyrésztről az ajándékozást. Kettő ugye hát magát a műsor, de ma kettő kicsit összefolyik, sőt mi több, hát olyan nagyon-nagyon sok témánk azért nincs is, mert ugye ma erre tettük föl mi ezt a négy órát, hogy boldoggá tegyünk hallgatókat, és ami drága hallgatóink egyébként lelkesen vásároltak, éltek a lehetőséggel, akinek van ugye Maestro-ja, vagy volt Maestro-ja és Mastercard-ja, és elküldte nekünk a vásárlás összegét meg a Mastercard szócskát, úgy döntöttünk, hogy hát most közülük sorsolunk, és adunk valakinek ajándékot. Mit csináltok? Még egy picit várjunk még. Közlekedünk, beszélgetünk. Szóval, hogy... Nem normális. Hogy... Laci a járó, nem? Tehát, most igen, az, ez a telapod László. Telefonáljunk egyet, mert hogy ez csak úgy jön, tudod? Nem, jó. Felvezetjük, előtte beszélgetünk. Ő egy Mikulás lelkű srác. Igen. Ő már adni akar. Nem működik a vasúti fény Tiszafüreden. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Az M1-esen a 140-es kavisnál a felüljáróról mérik a Bécs felé haladókat. Mindenki vigyázzon. Az M0-as Maglódi lehajtó előtt 3-as kocs még a belső sávban állnak. Aztán Mátra Verebély és Tark között a rend bátor őrei drága portfóliót készítenek, tessék mosolyogni, Meszka küldte nekünk, a 21-es főúton történik mindez. Kondorosról Békés Csaba irányában a 41-es főúton mentő rendőr tűzoltó most megy, mi pedig állunk. Aztán Abony elkerülőnél a 4-esen most kezdenek elmérni Véder nagyúr rohamosztagosai, az erő legyen veletek, Ermanó küldte nekünk. Két autó összement Csepelen, és emiatt nagyon nagy dugó várható, valamint az M5-ös autópályán Budapest felé a 146-os kihajtónál trafi van. Mi lehet most Anettal szerintetek? Kérdezik többen. Sziasztok, Anett vagyok, tényleg nyertem? Kérdezze valaki esemre. Mi lehet most vele? Elhitte már vajon? Szerintem még kóváig a folyosó. Még mindig? Igen, Anettet úgy képezték, hogy a tükörképét is kikérdezi. Ugye, mert egy BMS dolog az volt, de neki semmi, ez Laci küldte nekünk. Balázs, te egy rettenetesen beteg, megfertőzött elmebeteg vagy, írja valaki. Na, hogy igazad van, de valaki. Igazad van, de miért? Miért videózunk? Miért cáfoljuk? Ami nem így van. Na, ajándékozzunk még egyet? Igen, mert sok van. Ajándékozzunk még egyet. Ajándékozzunk még egyet. Nem bánnám. Legyen most akkor egy Galaxy tablet, mit szóltok hozzá? Wi-Fi 16 gigabájtos. Király! De jól hangzik! Tegyünk valakit boldoggá! Jó? Tegyünk valakit boldoggá! Aztán van még ajándékunk, van még tévénk, Xboxunk, élelmiszervásárlási utalványunk, egy csomó mindenünk. Wellness étvény. Igen, tessék, Katus Katalin. Halló! Halló, jó reggelt kívánok! Itt a Mikulás! Jó reggelt kívánok! Hát jó reggelt, köszönöm szépen. Na, mit köszönsz? Hát én is tudod, miért hívtunk? Hát hallottam, hogy nagyon rossz kislány voltál az idén, és nem kapsz semmit. És mit hallottál az előbb? Úgy kapok egy Samsung Galaxy tabletet. Azt a mindenit, hát a... És ki tapsolt? A férjem tapsol. Én félfüllel hallom a rádiót, csak mert a kislányomat etettem éppen, és a Baby TV-t nincs.
De szeretjük. Kacsák, guruló kockák és labdák pattognak folyamatosan, ugye? Igen, a hipa-hipa-héj megy éppen. A hipa-hipa-héj. Jó is ez. Hogy hívják a párodat? Misi. Tehát bepillantást nyerhetünk Katalin és Misi életét. És a bébit? Szia, Misi! Sziasztok magadra, haver! Misi, a legnagyobb király a Misi! Hello, Misi! Mi újság, Misi? Mi újság? Köszönöm szépen, jól vagyok! Jól vagy? Ő hallgatja minden reggel a Morning Show. Éjszakára fog menni majd dolgozni. Éjszakára? Majd mit csinál éjszaka, Misi? Mit csinálsz éjszaka, Misi? Vasutas vagyok. Na, ó, egy jó vasutas. Na, végre te is megtudtad, hogy mit csinál éjszaka, Misi. Vasutas. Igen. Na, jó van. És hogy hívják a gyermeket? Boglárka. Boglárka. Bogi mekkora? Bogi 8 hónapos. Hmm. Oh. Szia, Bogi, mi a pálya? Szia, Bogi! Bogi! Alszik már éjszaka? Igen, igen, persze, igen, elég régóta. Komolyan? Igen. Hát akkor na most buktad el a tab. Hogy nem nyertetek semmit. Balázs bosszúkál mindenkire, hol alszik a gyerek. Megvan az ellenőrző szelvény? Igen, 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 megvan. Hát 3 SMS-t küldtem, nem tudom, melyikre van szükség. Igen. Nagyon fontos, de hogy... mindegyik megvan. Csak úgy tudjuk elhinni, ha ezt most fölmutatod. Mutasd föl, légy szíves. Igen. Fölmutattad? Tartsd fel a telefon. Igen, így? A harmadik kezemmel fölmutatom, mert az egyik kezemmel a telefon van, a másikban a gyerek a cumisüveg, a harmadik jó. Kezemmel pedig fölmutattam. Picit jobbra, belenézem a kamerába. Ott van, igen? Látom. Jó, megvan. Szám egyezik? Egyezik. Igen, nagyon jó. Ők azok, jól van. Te ilyen nagy bankkártyával vásárló vagy egyébként? Szoktam időnként. Nem használd mindig, minél többet. Ugye, hogy praktikusabb sokszor. Minden, hát most rettentő praktikus volt, úgyhogy... Hát most meg aztán pláne, persze. Igen, most meg aztán igen. Pláne. Igen. Na, azt egyébként mondj... írtam nektek egy verset, már régóta készülök elküldeni, de elég bátortalan vagyok, majd hát most nem. Hát ezt most itt igen. A pillanat, akkor lealakítjuk, akkor itt az alázenét. Oké. Okay. És meghallgatjuk. Bogi, Misi, legyetek egy picit most is csöndben. Tessék! Na, hát akkor elmondanám, ha itt a nagy alkalom. Igen. Balázs, vigyázz, lóvá leszel, ha minden reggel zabot eszel. Ferinek én azt üzenem, a magyar kolbász hurkát tegyen. Leteszel a dohányzásról, Balázs majd fejbe tápol. Antal Vali kisegíti, gyógysampont majd ajánl neki. Jani, kérlek, ne érts félre, neked jól áll, így vagy penge. De tegyél le a vegaságról, egyél te is kolbászt Mától. Azt a neki! Neki? Hát micsoda ki? És ezt most így fejből, vagy előkaptál egy papírt valahonnan, Kati? Vagy nem, föl van írva nekem egy kis füzetbe, mert készültem elküldeni. Ja, hogy és minden... Nem tudtam, hogy mikor. De helyes, és minden gondolkoztál, hogy küldjem, és most végül elküldtem. Igen, vártam, hogy hát lesz egy üresebb nap, amikor nincs annyira téma, és lesz erre na, alkalom. Éreztette ezt. Akkor megfejeljük még a tabletet egy ajándékcsomaggal is, jó? Ó, nagyon jó, köszönöm szépen. Csak hogy a szent lélek szállta meg ezt a gyereket. Csak hogy többet ne írjál. Jó, oké, rendben. De remélem nem sértettem meg. Nagyon köszönjük szépen. Én mi csak durvábbakat kapunk, úgyhogy harcedzett férfiak vagyunk már. Kati, használjátok egészséggel, jó? Csak mondom, hogy ez egy 10,5 colos, wifi-s, 16 gigás, brutálisan gyors, brutálisan erős tablet. Jó? Ez nagyon jó lesz, köszönjük szépen. Ezt hozta nektek a Mikulás. Nagyon szívesen. Nagyon szeretjük a Mikulást, ugye, Bogi? Bogi, szeretjük. Benneteket is. Köszönjük. Szeretjük a Mikulást és a Morning Show-t. Nagyon szépen köszönjük. Puszi, használjátok egészséggel. Köszönjük, puszi, sziasztok. Sziasztok, Katalin, Bogi. De beteg ez a műsor. Jó. Nem mondjátok, hogy nem jó Mikulás játszani. Kicsit mindenki élvezi, hogy újra Mikulás lehet. Hát ezért mondom, hogy ha gyereked van, öltöz be, már mond, beszéltünk ilyeneket, mert már iskolában vannak, óvodában vannak. A legjobb Mikulást játszani. Nem? Hát, nem mond, hogy nem jó. Mondjuk van egy kis, hogy hívják, húg kis hátszelünk. 100 000 ide, 300 000 oda. Ez ilyen Mikulás mindenki szereti. Persze, most aztán nagyon szeretnek bennünket. Igen, de én szeretem ezt a kis telefonbetyárkodást is. Én ezt is bírom, hogy ma legálisan lehet egy kicsit elbizonytalanítani, összezavarni.
Kati, egyből vágta, hogy mi vagyunk. Ez nem jó. Nem jó. Majd... Hát figyelj, ha erre vágysz, akkor hívj vissza a nettet. Jó, kicsit megint. Egyébként igen, még gondolkozom rajta, hogy 10 előtt mi megcsergetjük, hogy eljutott-e már hozzá, hogy ő valójában. Valójában. Hát úgyis, benne lesz a best-of-ban. A munkatársaktól. Úgyis benne lesz a best-of-ban, úgyhogy... Gyere át, Kati, a 206-osba! Ez szerintem ez neki most így be fog élni. Ez ott szálló íge lesz. Na, drága hallgatók, mondjuk nektek, akik vásároltatok Mastercard-dal, vagy... Maestro-val. Maestro? Azt mondja, hogy LG 3D Smart LED televízió, Xbox 300... Ja, azt nem mondom. Szóval nagyon drága. Aztán mondhatjuk az összeget? Mondhatjuk. Az összeget nyugodtan mondhatjuk. Szerintem most lehet nyugodtan. 400.000 forint értékben. Van még egy 6-os iPhone-unk 64 gigás kártya független okostelefon 285.000 forint. Van még élelmiszervásárlási utalmányunk 200.000 forint. Hey! És végül, de nem utolsó sorban. Igen? Egy négy fő részére szóló családi wellness hétvége, két éjszaka szállás, egy szegedi négy csillagos superior szállod a belső jacuzzis lakosztályában. Teljes panzió! Ott mi is aludtunk. Pesgő, gyümölcsbekészítés, felnőttek részére 30-35 perces wellness masszás, egy óra bowling, ez mind nem lesz. Viszont, amíg igen... Szegedi kirándulás a dolg környékén gyalogosan. Ez is benne van. Úgyhogy ezek várnak még azt. Csináljuk azt a következő játékosnál, hogy ő választhat. Nem. Nem. Akkor nem. Szerintem se. Szerintem se. Hogy ez még egy plusz ajándék. Egy embernek. Aha. Egy embernek azt mondani, hogy figyelj, ezek vannak. Egyet válasz ki. Egy maradt válasz. Jó, akkor az utolsónál lesz ez. Jó, hogy válasz a nő? Nem, hát ez egy plusz ajándék. Egynek, csak egy hallgatónak. Nem adjuk meg. Nem, oké. Okay. Meglátjuk. Aha. Meglátjuk. Vajon melyiket választaná? Melyik? Hát egy 1000 forint értéket, hát vagy egy 300.000 forint? Szerintem meg pont nem biztos. Én nem biztos, mert lehet, hogy wellness-ezni nem szerez, de elmész 200.000-ért vásárolni élelmiszerutalmányt. Lehet, hogy azt mondod, hogy van élelmiszered, nem akarsz venni, viszont baromira örülnél egy telefonnak, viszont akkor inkább lemondasz egy wellness-ről, veszel egy telefon, mert az is 300.000 forint értéke. Hát igen. Érted, tesó? Nem egyszerű ez, tesó. Nem, hát. Tesó, figyelj, hallj, tesó. Nem egyszerű. Na! Oszter Sándorról beszélünk egy mondatot. Istenem, hát, Sanyi bácsi a Jedi gyereke, a legjobb. Ilyen 67 éves akarok lenni, mint ő. Igen. Én. A mai bulvár újságban benne van. Talán és a mivel, család nem. Ma úgyis ilyen rövidebb témáink vannak, és nem készültünk sok mindennel azért, hogy rólatok szóljon ez az adás, akik játszottatok velünk, örülhessetek, és tudjunk veletek beszélgetni. De köszönjük Oszter Sándornak. De köszönjük Oszter Sándornak, mert azért picit tudunk vele beszélni, és komolyan mondom, hát én nagyon kedvelem őt. Legalábbis azt, amit írok róla, vagy amit olvasok róla, nyilván lehet, hogy van benne egyfajta bulváros túlzás, és nem tudjuk, hogy valójában így történt. De ugye tudjuk, hogy azért, amit a bulvár sajtóban olvasunk, az fenntartásokkal kell kezelni. Ezt én ezen a héten már újra megtanultam sokat szóra. Magammal kapcsolatban. Viszont állítólag őt előállított a kittes vezetéssel. Igen. Ugye behajtott egy budai parkolóházba egy ilyen nagy bevásárlóba. Nem ezért szeretjük. Ezért nem szeretjük. Ezért nem szeretjük. Az nem szimpatikus. Az nem szimpatikus, az nem jó, nem szabad ilyet csinálni, és nem ezért szeretjük. De hál' Istennek egyébként senki nem sérült meg. Hál' Isten, de hát ez ugye ilyenkor sosem azon múlik, aki behajt, hanem az isteni gondviselésen és azon emberek szerencsén, akik a környéken voltak, de nem ott abban a pillanatban, csak mondjuk 3 méterrel arrébb. Nem is ez a lényeg, hanem ami bent történt állítólag a bulvár újság szerint, mert hogy hát egy ott dolgozó ember elmondta, hogy ugye kihallgatták Oszter Sándort a rendőrkapitányságon, és elmondta, hogy illetve pontosabban azt állította magáról a kihallgatás elején, hogy ő egy FBI ügynök. Igen. Ezt nagyon szeretem. De várj, úgy volt, én nagyon kedvelem. Egy cinkos összekacsintás, hogy kollégák igen. vagyunk. Vagyis félig meddig kollégák vagyunk. Tehát én kollégátok vagyok, srácok, szeretem. Akik kihallgatok, mert én félig meddig FBI ügynök vagyok. Úgyhogy lassan a testtel, fiúk. Aha. Lassan a testtel, fiúk. Így van. FBI ügynök. Darás részekben nyúltatok. Hogy holnaptól már nincs elásatok. Figyelj, ha valaki... Visszavettetem a jelvényeteket. Ha valaki 13 és én ezt cselszodod, oké, gyerek. De ennyi idősen, ez már inkább szórakoztató. Lassabban a testtel, srácok. FBI ügynök vagyok. És az azt a másik oldalra valószínűleg egy picit el is bizonytalanodtak. Így megmarkoltad a izét. Igen. Majd hirtelen felállt, hát és hogy... bizonyítani kellett, hogy ő FBI ügynök. Igen, hogy bizonyítsa, hogy FBI ügynök, egy hirtelen ötlettől vezérelve heves fekőtámaszokat kezdett. Egy átlagos nyugdíjas vajon lenne ilyen erőállapotban? Ugye, hogy nem? Ugye? De már. Hát FBI ügynök vagyok. Na, hát nem. 52. Nagyon jó ez a sztori. És még bírná. És még nyomná. És aztán ezt egyébként a kihallgatást végző rendőrtiszt állítja, hogy a színész, akit egyébként tényleg kedvelünk, az egy baromi jó színész, aki egyébként FBI ügynök, igen,
Mindenkivel szkanderezni próbált a kapitány. Na, figyelj, azokkal is, akik előzetesben voltak. Ez a rakendról. Te mindenkivel. Szóval az a baj, hogy tényleg ezt Hollywoodon megcsinálja a Charlie Sheen, és mindenki azt mondja, hogy mekkora király, és így kell élni, és igazi Hollywoodó, és kokainozott, és prostikkal él, de még mindig egész Amerika még mindig imádja, most állna a HIV botránynál már kicsit meg. Sok volt. Sok volt, de éveken keresztül ittas vezetés, alkohollal, kábítószerrel, és ezt nem tudta az ország megutálni. Itt egy ilyet csinálsz, és hát szóval más a megítélés, de nem szabad ittasan vezetni, és nem is jó. Viszont az, hogy ő beviszik, és ő szkanderezni próbál mindenkivel a kapitányságon, beleérte az éppen akkor elfogott zsebtolvajokat és rendőröket. Így van. És most te jössz. És most te. És itt támaszkodik az asztalon. Nagyon jó. Bal keze lent. Te miért vagy bent? És azt hiszed, kemény vagy. Na gyere. Tudod, ki vagyok, ki? Jó. Jó, megold. Bal. Aj, nagyon. Én nagyon szeretem ezt a történetet. Igen. Hát. És ő szkanderozott. Igen. De szkanderozott. Figyelj, egy kicsit. Figyelj, zseniális. Zseniális tényleg az őrge. És mindenkit a kapitány, hé, főtös, hova menekül? Hé, na, gyerünk, bírnám még. Na, oké, okay. Akkor egy kis könnyítés. Bal kész. Na, mit szólsz hozzá? Lehet itt valahol húzockodni? Na, 500 guggolás, kinek megy? Időre? És nem volt ilyen, hogy bal kezem, nem tudom, a jobb kezem, a nem tudom, az István Kórász bal kezem a kerepesi nyomott közben? Nyomott közben ilyeneket? Vajon? Ezeket a nagyon, nagyon rossz dumákat. Ezeket a nagyon rossz dumákat. Na, drága hallgatók, legyünk őszinték. Azért az, hogy valaki részeges, sok mindenki megtörtént. Én ugye? Ittasan vezetni az nem szép dolog. Még ha egy Kossuth Díjas színészről is van szó, azt az ember elítélés, hát nem, egyszerűen nem értem soha az ilyen típusú embereket, hogy miért nincs valaki 5000 forint, hogy hívjon egy sofőrszolgálatot, beüljön egy taxiba, és holnap elmenjen az autóért. Ezt tényleg nem értem. Tehát 3000 forintot az ember sajnál, hogy tönkre menjen a karrierje, a pályafutás. Ezt értitek egyébként? Nem. Ugye? Nem akarok nagyon moralizálni, mert ez nem egy komoly adás, de sosem értem azokat, akik részegen vezetnek egy drága autót, hogy egyébként tényleg 6000 forintért Pesten belül hazavisznek téged is az autódat is. Meg a kocsidat is, így van. Ja, ezt nem értem. De ne felejtsük el, hogy lehet, hogy az egész szitu csak azért kellett, hogy be tudjon épülni. Ő egy FBI ügynök. Hiszen ő egy FBI ügynök. A most ő azt mondta, hogy ő utána hívott. Utána, az eset után. Tehát, aha, hogy összetörte a kocsit, meg a másét is, ő fölment, és valaki a bevásárlóközpontban valaki egy üveg viszkit nyomott a kezébe. Azt hogyha ittosan 50 fekvőtámasztó le, akkor józanul menjünk. Akkor józanul menjünk. Ez nagyon karmáz a csáó. Na de drága hallgatók, nézzük meg azért, hogy legyünk annyira önkritikusak, hogy ugye hát azért magunkról is elmondhatjuk, és hallgatói nagy részéről is, hogy volt már ittas állapotban. Én sose hiszem. Igen, meséljétek el, Tobi Százas, meséljétek el. Hazugságért nem kell. Igen. Hogy mit mesélnek rólatok, ami a ti társaságotokban egyfajta anekdóta, amire ti hát egyáltalán nem emlékeztek, mert ilyen állapotban voltatok. Tehát ami azóta a sztori, hogy villanypóznához beszéltetek, felmásztatok, megpróbáltatok megállítani egy vasúti kocsit puszta kézzel, beültetek egy barkaszba, és eljátszottatok a visszajövőbe terroristáit. Tehát mit mesélnek rólatok úgy, hogy ti arra nem emlékeztek, de állítólagosan a csapat és a barátotok szerint ez megtörtént. Egy házi buliban, egy diszkóban, az utcán, az autóban. Vagyis amikor tényleg az ember nem tudja, hogy mi volt, de 10 éve ez a sztori. Igen. És ő nem emlékszik. Felmutattátok a BKV bérleteteket, és kijelentétetek, hogy a nemzetbiztonsági hivataltól jöttetek, és igazolja magát. Igen, húztatok egy símaszkot a fejetekre, tekeseket rohangáltatok a szomszéd kertjébe. Tehát mi olyan történt, ami nektek filmszakadás volt, viszont azóta a barátok, barátnők, csajok, szülők, ismerősök mesélik, hogy hát bizony, amikor a Gábor vagy a Péter annyira berúgott. Na ezt a történetet küldjetek el nekünk, jó? Ha volt ilyen, hogy szkanderoztatok a rendőrökkel, és FBI ügynöknek kacsátok ki magatokat, hát zseniális. Nem lesz könnyű überelni. A sztori ezer része az a szenzációs. 8:09 várjuk az SMS-eket, írjatok, mi pedig jövünk a hírek után. 3:09 lesz pontosan. 4 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk, ugye arról beszélgettünk, hogy ami ma megjelent egy bulvárlapban, nem is egyben, egyébként kettőben, és mind a kettőn talán címlap, ha jól látom, hogy hát ugye a Kossuth Díjas színést, Oszter, ugye FBI ügynöknek adta ki magát, amikor bevitték ittes vezetés után, és
Osztály Sándorról van ugye szó, majd szkanderozni akart a rendőrökkel. Egy erőléti tesztet lenyomod gyorsan. Fekvőtámaszokat csinálsz, és azt mondta, hogy srácok, mi azért szegről végről kollégák vagyunk, hiszen én is FBI ügynök vagyok, ahogy ti. Majd a tolvajokkal és mindenkivel, akik ott voltak a kapitányságon, zsebtolvajokkal, rendőrökkel szkanderozni kezdett. Azóta már láttuk a tévében a művészületek, hogy picit komolyabb volt az arca, mint amilyen lehetett akkor, amikor szkanderozni akart a tolvajokkal. Mi nagyon kedveljük, és nem kinevetjük, én azt gondolom, hogy ez valahol kicsit rock and roll része az ittasvezetés, soha nem az, és azt abszolút elítéljük, és senki ne üljön autóba, ezt sokszor hangsúlyozzuk, tényleg legyen az embernek, ha volt pénzed 20 000 elinni, berúgni, akkor legyen 3 000, hogy hazamenjél taxival, vagy 5 000, tehát az nem jó. Viszont az őrsön már FBI ügynöknek mondani magad és fekvőtámaszhozni. Én szerintem abban. Szerintem abban van lendület. És arról beszélgettünk, hogy ugye, hát legyünk őszinték, és ne legyünk álszentek, és ne ítéljük el egyből ennyire. Mindenki volt Rúzsa Sándor. Mert hogy mindenki volt egy Rúzsa Sándor, és mindenki volt már talán abban az a pillanatban, amikor kicsit többet ivott a kelletén. Többet ivott, és akkor vagy erősebbnek, vagy nagyobbnak, vagy keményebbnek, vagy fickósabbnak gondolta magát. Úgyhogy egyébként ő erre nem is nagyon emlékszik azóta sem, viszont a barátok mesélik, hogy mit csinált. Hát, töménytelen mennyiségű SMS. Én nagyon sajnálom azon SMS írókat, akik sok-sok száz karakterben küldenek el egy nagyon hosszú történetet, egyszer lehetetlen mindéket beolvasni. Ne haragudjatok ezért, de megtelt az SMS fal, és brutálisan. Brutálisan sok jött. Azt mondja, hogy meg akartam verni egy nálam másfél fejjel magasabb, 50 kilóval nehezebb kétajtós szekrényt, mert a dobbermanja megugatta a tacsimat. Ezt Roni küldte nekünk. Én megcsöcsöréztem a párom barátnőjét, a férje és a párom előtt, közben szerelmes szavakat mondtam neki. Másnap nevetve mesélték. Semmire nem emlékszem, mai napig sajnos nagyon jó melei vannak. Erre azért emlékszem. Unoköcsém, aki betekilázott, és a jugoszláv farkas ölő kutyánkhoz oda menni sem mert, bejönni sem mert hozzánk, matrészegen simogatta, lefeküdt mellé, és a legnagyobb cimbik voltak. Amikor a 20 fős társaság elment hajnalban, ő tudomás sem vett erről, és folytatta a bulit, mintha mindenki ott lenne. Mindenki ezt beszélt, mindenki utasított, hogy így van. Közben hatalmasokat röhögött, és baromi jól érezte magát. Imádni. Ezt is bétek, hogy... Nincs ott. Ma, Katikám, így áll még. Múlt bele. Én járj, imádkozzon a természetesen nem mertem magára hagyni, nehogy valami baja legyen. Messziről mindig végignéztem, és nagyon jól szórakoztam én is, azóta is. Ági küldte nekünk. Reggel hívnak, hogy az este folyamán beraktam egy pizzaszeletet a zakomba. Indokként én elvileg azt mondtam, hogy még megéhezhetek. Hajnali 3-kor. Hát nézd, hazafelé legyen nálad valami. Igen. A barátom úgy berúgott egyszer, hogy az este folyamán betört a feje, a kórházban az orvos előtt elkezdett fekvőtámaszokat nyomni, ezzel bizonyítva, hogy ő jól van. Szerintem nagyon nagy. Oszter szindróma, nem? Semmi bajom? Nézze meg azonnal. És ahogy Oszter is lenyomott 30 fekvőtámaszt a rendőröknek. Lecsúsztunk guggolva a Kávintéri metró mozgó lépcsőit elválasztó részen, talpon maradtunk, pedig az illesztések és voltak is gombok is, majd leérve a mennyezeti résekbe, a kezemet bedugva, húzockodni akartam, leszakadt, alatta több évtized pora, mind az arcomba. Jézus. Ekkor már beszóltak a hangos bemondom. Azt mondja, hogy barátom elmondása szerint elvileg egyszer buliból hazafelé menet egy elkorhat fatörcsbe dobáltam apró pénzt, majd biszkit kólával belocsoltam és elkezdtem kánkán táncolni. Így ültetvén el életem első pénzfáját. Na. Tehát magyarul zenegépnek gondolta valószínűleg. De, hogy bedobálja a pénzt, meglocsolja a viszkivel, és kinő a pénz ja, ki, rajta. Ja, ha kicsit összetettebb a probléma, úgy érzem, akkor... Fiatal koromban jártam karatézni, hajnalba mentünk haza, nem voltam már szomjas, mondtam a barátomnak, hogy megcsinálom a Jean-Claude Van Damme rúgást, csak megállítom a lábam fejénél, higgyen nekem. Sajnos... Igen. Sajnos nem sikerült. De ezt mindig úgy ki kell össze, próbálni. Úgy esett össze, mint a zsák. Azóta is ezért sírunk. Állítólag, ezeket a mondatokat szeretem a legjobban, állítólag egy rendezvényen fejeseket ugrottam egy túljabokorba, mert szerettem volna a szimpatikus énekesnőnél bevágódni. Na, most mutatom, figyelj, szerintem gyerekek, megvan, hogy ez a szépen, ez a díszsövény, tudod, amit így levágnak, és most indián fejes, hátra teszed a kezed, és beugrasz. Ki merné ezt megcsinálni? Csak én. Művésznő, és az énekesek. Igen. Művésznő, figyelj. Jaj, de szeretem. Hát jaj, mind de semmi, szeretem. Figyeljétek. És most beugrom a túljabokorban. Fejessem, indián fejessem. Óriási. Sikerült a fejessem, egyébként fellöktem a mikrofont és a kotta füzetet is együtt, mindennel együtt. Zosz küldte nekünk. Rólam azt mondják a haverok, hogy a mai napig azt állítják, hogy az állólámpával táncoltam, pedig szerintem csak kapaszkodtam benne. Laci küldte nekünk. A kollégám itt mellettem BKV bérleten rendőrként randalírozott a Váci utcában. Csendháborítás miatt kijöttek a rendőrök, én már nem voltam szomjas, elkértem a lámpájukat, oda is adták, és elkezdtem kikérdezni őket. De szembevilágító. Honnan érkeztek? Önök mit csinálnak? Még ezek az ajok.
Onnan mentem a diszkóban a DJ-hez, és megkértem, hogy szépen leadnátok a Madonnától a La Isla Bonitát, mire a válasz, az szól. Jó, de jó, mennyire vagy kész? Egytől ötig mennyire vagy kész? Mennyire vagy kész, hogy már nem hallod, hogy mi szól? Nagyon jó. Valamiért beugrott neki, hogy milyen jó szám a La Isla Bonita. Az szól. Igen, az szól. Jó, az szól. Egy kerti összejövetelen a kettes létrával távoztam a WC-re. Mindent hallgatott. Kérdés, hogy ott mi történt, igen. Azt mesélik, annyira oda voltam, hogy amikor bementem a kocsmába, a falon volt egy tükör, leálltam magammal veszekedni. Hogy nézzek? Jó, hogy nézzek? Megint nem tudtad, hogy hol vagy, miért? Mennyire vagy kész, amikor magaddal veszekszem. Azt mondja, tejfakasztó után oroszlán király voltam az éjszakai villamoson, oroszlán hörgést imitálva hadonáztam a kallerok felé, karmokkal előre. Megbocsátható, hát figyelj, tejnek meg kell fakadni. Igen, hát azt meg van bocsátva. Karesszal kifújtuk az egyik porraroltót a szállodai szobában, aztán fel akartam gyűjteni a függönyt, hogy legyen alibink, hogy miért nem mi fújtuk ki. Zseni! Oltottunk! Oltottunk! De mit gyulladt ki, az minden, de oltottunk! Igen. Öngyulladás! Gyújtsuk föl a függöny! Meg lesz az alibi! Miért kellett kinyomni? Egy barátunk részegen hazafelé sofőrszolgálatot hívott, majd két sarokkal otthonról szólt a sofőrnek, hogy ő innen hazasétált, tegye ki nyugodtan, mire a sofőr mondott, hogy hölgyem, én az ön autójával vagyok. Hát lehet, hogy... Hányan sem. Én nem állhat az élet. Jól lesz, pihenek a dűnök. Kiszelőztetem a fejem, menjen haza nyugodtan. Nyugodtan legyen. Ez az ön autója, ugye. Van egy nagyon rossz élet. Kénytelen vagyok azon menni. Axel Foley voltam a detroiti épületfelügyelőségtől 2002-ben a helyi diszkóban egész nap. Mindenki feküdt a röhögéstől. Egy ideig úgy is hívtak, Tibi küldte nekünk. Azért, mennyire szeretem. Axel Foley-nak. Mennyire szeretem. Axel Foley, Beverly Hills és Zsaru alap. Nagyon jó. Én elvileg annyira berúgtam, hogy szegény macskámat felkaptam, és a falhoz vágtam, és azt kiabáltam, Pikachu, utcu neki! Szegény Milán. Szegény. Milyen küldte nekünk? Barátnőm szerint, ha nagyon ittas vagyok, ezek a legjobb mondatok állítólag a barátnőm szerint, tehát amikor fogalmad nincs. Barátnőm szerint, ha nagyon ittas vagyok, a kutyáknak mindig visszaugatok hazafelé. Másnap pedig röhögnek rajtam. Azt mondja, hogy a haverok szerint, ha én ittas vagyok, akkor betonkarókat fejelek szét. Jaj. Ezt Pisti küldte nekünk. Házi buliban hangosak voltunk, hívták a rendőröket, állítólag felkértem, feltekertem a zenét, és felkértem az egyik rendőrt. Azért ez nagyon fincsi. Dávid küldte nekünk. Igen. Egy házi buliban állítólag beálltam a WC-be, és ordibáltam, hogy az abszolútra, miközben leúztam a WC-t egy jó pár szor. Az abszolútra. Abszolút, a Harry Potter. Az abszolútra. Az a WC-t. És húzod a WC-t. Az abszolútra. Indulunk. Hopponálunk, hogy mit csinálunk. Az abszolútra. Úristen, bennász a budiba. Isten, most jövök rá, hogy nekem ezek az ilyen típusú házi bulik nagyon hiányoznak. Két oka van, vagy nem hívnak, vagy nincsenek már ilyen házi bulik. De ezek kicsit kihaltak. Tényleg. Amikor cipők az előszobában, a konyhában van a legnagyobb buli, valaki már alszik a kanapén, a fáradt öcsés. Családosak vagyunk már, tehát hogy ez az ebbe, is lehet, ebbe ez az is lehet. Igen. Nem, de igen már. Hát meg, hogy ismert vagy, tudod, akkor téged másként. Nem hiszem, de hogy is, miért már? Te jó házi buliba leszarjál. Bocsánat. Ja, okay, igen. Hát ismert, vagy miért ismert, és mit csinálják? Hajbókolnak neked is. Értem. Nem, hát lefényképeznek, és beküldenek téged a blikbe. De hogy is. Jó házi buli. Semmi, jó házi buli, senki nem érdekel, hogy ki vagy. Ott már mindenki annyira kész van, hogy ott az abszolút nem ilyen. De ilyenkor mindenképpen videózni kell. Tehát, hogy annak a néhány embernek, aki józan tudott maradni, vagy nem annyira részeg, mindenképpen fel kell venni a másikat, hogy mit csinál, mert nem fogja elhinni másnak. Nagyon. Na, hát rengeteg SMS, nem tudjuk sajnos mindegyiket beolvasni. Van, aki létrával táncolt, van, aki rossz helyre ment, van, aki Kis Ádámnak magyarázta, hogy egy főiskolára jártak, mert olyan ismerős. Közben ő bólogatott, és megkérdezte, hogy igaziak-e a melleim. Aztán csak kérdezte, svájzó. Nagyon sok SMS-t, nem tudjuk sajnos mindig elolvasni. Köszönjük szépen az SMS-eket. Megmutatjuk gyorsan a beugrót a hármasugrásra, és utána még hívunk valakit. Jó, figyeljetek! Ez a beugró a hármasugráshoz. Ez most erős. Jó, igen. Rövidke. Ott van egy. Egy gyöngyszem. Ott van egy gyöngyszem, igen. Na, hívjunk még valakit, jó? Hát, ha elhiszi, hogy mi vagyunk azok. Ugye a Mastercardos játékunk jön, néhány ajándékot már odaadtunk.
Sok van azonban még a puttonyunkban. Így van, maestro. Úgyhogy hívunk. Hívunk valakit. Aki Mastercard-dal vagy maestroval vásárolt. Halló. 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 Csokoló. Halló. Júj. Sziasztok. Halló. Ki vagy? Brigi vagyok. Brigi. Szia. Halló, Brigi. És mi kik vagyunk? Balázsék. Mikulás. Halló, Brigi. Vagy nem? De. Csak bocsi, meg vagyok illetődve. Annyira jövőtem, hogy esetleg hívtok. Nagyon örülök neki. Bocsi nincs itt. Nincs. Ő nincs. Vártad? Nagyon. Tényleg? Lehelyes vagy. Látom, nagyon komoly összegért, 245 forintért vásárolt. Ez most úgy tűnik, hogy ez egy elég jó befektetés. Egy nagyon jó befektetéstek tűnik. Mit vettél, Brigi? Igazából fennmaradtam készpénzzel, és így csokit vettem Mikulásra. Csokit vettél Mikulásra. És az összeg nem volt meghatározva. Kivel sugdolozták, ki van még ott melletted? Munkatársam. A munkatársam. Az elején nem hitted el? Hát igen. Jártunk ma már így, ez nem új. Ma már jártunk így. Hol hallgatsz minket, Brigi? A munkahelyemen. A munkahelyeden. És ez hol van, melyik város? Én Soroksáron vagyok. Na, hát akkor nem is vagy tőlünk messze. Na, Brigi. És vártad már, hogy jöjjön a Mikulás? Nagyon. Azt hiszem, hogy milyen ajándékaink vannak még. Mit szólnál egy telefon 64 gigás, 6-os, kártyafüggetlen, okos telefonhoz? Bolmáshoz. Boldoggá tudnánk-e ezzel téged tenni? Nagyon. Akkor legyen valami más. Jó. Igen. Ahogy láttam, ezt már odaadtuk. Ne, dehogy is. Brigi, akkor van egy telefonod. Örülünk? Nagyon. Nagyon örülök, így el sem hiszem, hogy tényleg engem választottatok. Bizony, ez egy 6-os, 64 gigás kártyafüggetlen. Okos telcsi, tényleg okos. Almás. Rakjál-e műanyagtokot, majd ne járjon mint Balázs. Elvitt egy gyerek. Brigikém, hát ezt tudjuk neked Mikulással adni. Jó, köszönöm szépen. Jó? Jó, köszönöm. Buszilunk téged. Sziasztok. Ciao. Hello. Na. Mi van még hátra? Mi maradt? Mondom neked, mi van még, János. Van egy 3D-s tévénk, amit odaadhatunk. Ó, az a nagy szavag. Van egy észe élelmiszervásárlási utalványunk 200.000 forint értékben. Nem gyenge. Nem, nagyon kemény, és van a négy fő részére csóló családi wellness hívhény. Így állunk most. Menős, hogy kitaláltad, hogy a telefont akarja? Jó. Jó volt. Ez a túlzás. Hát de nem, mert örült neki. Hát miért mondhattál volna mást is tökre, és azt mondta, hogy de jó a telcsi. Igen. Hát szerintem ebben azt hiszem, hogy mindennek örül az ember valószínű, igen. De jó helyre ment a telcsi, így van. Mi lesz a következő? Mi vagyok én? Egy közlető, a sorsolási bizottság elnöke? Nem, nálad van a papír. Nálatok is van. Van, lett tévé. Élelmiszervásárlási utalványosára. Hát a családi wellness-t hagyjuk a végére, nem? Az a csúcs, az a mindentvívő. De hát kinek mi a mindentvívő? Nehéz megmondani. Van, aki meg tévét akar Xbox-szal, nem tudom. Uh-huh. Most kétszer volt egymás olyan technika, akkor legyen most az élelmiszer utalvány. Legyen most az élelmiszer utalvány, jó. Kisorsoljuk még azt is, és a maradék kettőt is, jó? Úgyhogy Mikulás játszunk, ma ne is küldjetek kérdésválaszt, nem lesz rá idő, mert folyamatosan kell hívogatnunk hallgatóinkat. Úgyhogy ne küldjetek most kérdéseket, ez a rovat most kivételesen elmarad. A hármas ugrást eljátsszuk természetesen, de még van egy csomó ajándékunk, amit szeretnénk nektek odaadni, úgyhogy játszani fogunk 9 óra után is, úgyhogy jövünk nem sokára a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébredt. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk és folytatjuk a Mikulás beelőzését. Megelőzését azzal, hogy mi már ugyan mai napon is ajándékozunk, és nem várjuk meg, hogy az öreg szakállú, az öreg jólopuki, az igazi.
aki ilyen csúnyán elbánt a pécsiekkel. Szegény pécsi gyerekek. Szegény pécsi gyerekek, így van. Hogy lehet valaki ilyen kegyetlen? Csak a biznisz, csak a biznisz. Mi a sok síró gyerek meg nem számít. Dobod oda magad. Na, szép. Az igazi, az eredeti, hagyjuk már. 600 síró gyerek maradt a téren. Hát akkor ugye? Is ő az eredeti, de igazad van a gyerekekkel. Nincs ilyen, hogy eredeti fel. Dehogy nem. Nincs ilyen, a hogy eredeti. Nincs ilyen, hogy eredeti. Igazi a szakála, nem egy ilyen fölragasztott vattapamacs. Minden Mikulás eredeti. Aha. Minden Mikulás eredeti. Nem sajátíthatja valaki ki, mert ebből ő bizniszt csinál magának, utaztat egy Mikulást, elszed 1000 eurót, megvárakoztat 500 gyereket, és még azt mondja, hogy jövi az eredeti. A nagy szart. Nem. Mert a tiéd is eredeti, a tiéd is, a lőrincieké és dorogieké is, és mindenki, aki találkozik a Mikulással, neki az az eredeti Mikulás. Nincs ilyen, hogy eredeti Mikulás. De hát Finnországban él a Mikulás, tudjuk. A dorogieké is pontosan Finnországból jött. Igen? Ez anyám csak odaért időben. Mm. És nem maradt ott utána 300 síró gyerek. Jó, ezt nem? Adom. Ezt, oké, okay, ezt adom. Hmm. Miért eredeti? Mert biznisz. Mert eladod 500 euróért, meg 800 euróért. És hihet a Mikulás is két helyre megy, csak az egyik helyen megcsúszik. Mert ott is fizetnek, itt is fizetnek. Jó, ez nem eredeti adom. Mikulásról szól, ez a bizniszről szól. Mikulás. Ez egy biznisz Mikulás. Akkor vagy érjen oda időbe, vagy ne jöjjön. Uh-huh. De nem maradjon ott 500 síró gyerek. Na, jó, ezt adom. De nem vagy itt, magad nem megint. Vagy itt. De látom, itt vagyok, itt vagyok, csak azon gondolkodom, hogy igen. Jó, mondjuk, de majd ebből is lesz téma egyébként, majd behozom mindenképpen. Én ezt már átéltem, nekem elvágták a nullás kábelt, úgyhogy nekem nem mond. Ugyanaz. Nekem tönkrement a garázskapom, a hűtőm, a mikrom, mindenem, úgyhogy. Smokencs a végén hitelesíti a nyereményjátékot? Kérdezi valaki. Hogyne. 10 órakor jön Smokencs a közjegyző, és abszolút hitelesíti, igen. Gyorsan még egy-két közlekedési SMS. Hogy mi a helyzet az utakon, nézzük meg. Jó, mit érnek a hallgatóink? M6-os 41-es kilométerénél fotóznak, aztán Várpalotán is, a szokásos helyen, ezt Balázs írta nekünk. Karácsonnál most készülődnek a szervek igazoltatni, Dani küldte el, az M3-oson a 214-es kilométernél trafi, Tésztás Anikó üzeni. Az Almásházi kanyarban a 76-os úton rendszámot találtam, GHM 340-en. Tulajnak a számom kiadható. M9-es tejköt, látótávolság 50 méter, valamint Nemes Vámosnál mérik a Veszprém felé haladókat. Bali. 44-esen baleset Kondoros és Békés Csaba között, kerülni Kondoros belterületén Gyoma Endrőt felé lehet. Bandita küldte nekünk, valamint Csepelen nagy mosás volt, összement két autó. Jó. Atya úristen. Nagy mosás volt és összement két autó, köszönjük. Nem működik a vasúti fény, Tisza, Füredem. Nyíregyháza, Orosi út végén trafi, 21-es úton Mátra, Verebé és Tar között a rend éber őrei szintén fotoznak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Egy-két SMS még csak a mai naphoz. Mióta osztogatjátok az ajándékot, minden ismeretlen számot visítozva veszek fel. Eddig mindenki hülyének nézett. A Lili küldte nekünk. Egy másik SMS. Nagyon szeretlek benneteket, fiúk, amikor sorsoltok, bárki nyerjen, én már előre elérzékenyülök és sírok. Legyen szép napotok, egy hűséges hallgatótok. Ági küldte nekünk. Aztán van, aki kicsit méltatlangodik. Ennyi SMS árából már két tévét is verni. Akkor miért nem veszel? Meg. Az örök pessimista, a dühös kismalac, tudod. A dühös kismalac. Ennyi SMS árából már két tévét is verték. De azért reménykedik benne, hogy nyer. Stangli küldte nekünk. Stangli. Nagyon jó. Hogy nyerjek tévét, ha nem hívtok fel? Írj egy másik hallgató. Finoman. Mi lesz itt 10 után? Micsoda reklamálás lesz itt 10 után? De akkor mi már nem vagyunk itt, úgyhogy. Akkor mi már nem vagyunk itt. Na jól van. Tegyünk boldoggá még valakit, jó? Azt, hogy van egy utalmányunk, egy tévénk, Xbox-szal és egy családi wellness. Nagyon jó, de azt mondtuk, hogy most az élelmiszer utalványt fogjuk is sorsolni. Mármint az előző megszólalásban ezt mondtuk. Legyen, de hát az már tudod, hogy mindig felülírjuk. Ja, teszem, hol van már az előző megszólalás? Annyi mindent mondunk mi mindig. Na tessék, nézzél a TV2-re? Halló! Halló! Jó reggel! Jó reggel, Szalai Zsolt vagyok. Zsolt, hello, a Morning Show, Balázs, ciao. Super, itt számítottam rátok. Tényleg? De szeretem tényleg. Ezt a pozitív. Mint ahogy szállé mindenki egy picit. Igen, ennyi srácot tudtam, hogy hívtak. Ezek szerint hiszel a Mikulásban. Fogjuk rá. Zsolt, hello, egy picit a lelkesedést. Mi újság van? Hol, honnan hívtál, honnan írtál, mit csinálsz most? Pécsen vagyok, kb. 10 percre keltem. Aha, így mindent értek. Tehát Pécs, ugye megértem. Nem jött a Mikulás. Most így keltél. Igen. És örülsz egy picit?
Örülök, mert ez már jót jelent. Aha, hát az nem biztos, lehet, hogy csak felhívtunk, hogy köszönjük neked, aztán letesszük. Na figyelj ide! Te vásároltál Mastercarddal, ha minden igaz. Így van. Megvan az ellenőrző szelvényed, vagy SMS-ed, amit kaptál? Tudod igazolni? Tudom igazolni, igen. Én mindig elrakom az összeset. Na, nagyon-nagyon lelkiismeretes vagy. Akkor sokat vásárolsz kártyával. Így van. De ez jó, bírod? Szereted? Praktikusa, vagy miért? Hát nekem jobban tetszik ez. Egyrészt csak egy darab kártya, másrészt nem kapok egy 25-es utáni kötetet. Igen, meg ez hát nem hagy el az ember pénzt, hát egy csomó-csomó előnye van. Hát emberre szerintem, ha egyszer rá és megszereti, és rájön, hogy nem vágják át, és jó, és tényleg, akkor utána már kevésbé szereti a készpénzt. Na, minek örülnél, Zsolt, figyelj ide. Mit adunk, mit mondtunk? Élelmiszerutalvány. 200 ezer forint értékben. Szükséged lenne 200 ezer forint értékben élelmiszerutalványra? Vagy jobban örülnél egy tévének? Csak azért kérdezem, mert nem szeretném, ha az élelmiszerutalvány az igazán jó helyre menne. Én azt mondom, azt inkább másnak ajánlom. Mondjuk, ami nekem így legjobban tetszik, az az iPhone. Az már sajnos. Az már elment. Az már elment. Van gyereked? Nincsen. Család, párod, feleség, barátnő, bárki? Gyere vissza közénk. Ebbe eltűntél. Itt vagyok. Mit csinálsz? Hello. Itt, mit csinált? Eltűntél. Itt vagyok, én vonalban vagyok folyamatosan. Na figyelj, hát mivel van még egy családi wellness hétvégünk, az nem, akkor az élelmiszer vásárlási utalványt adjuk másnak. Hm? Egyen így vagy adjuk neki? Mondjatok valamit. Ez az LG 3D TV plusz Microsoft Xbox, ez lenne a másik nyeremény? Amiről szól van? Igen, az a másik. Akkor ezt választom. Ha lehet választani, akkor ezt kérném. Jó, bízunk benne, hogy az élelmiszer vásárlási utalvány jobb helyre megy. Jól van, várjál, azt mondja, egy hogy... Egy tapsot keresel? Egy nagy tapsot, megvan, akkor ez is neked, jó, Zsolt? Oké, köszönöm szépen. De aztán tessék örülni, meg egy kicsit lelkesebbnek lenni, mert... Örülök neki meg. Ettől tökön szúrom magam. Á, köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Na, látod? Már lelkesebb lett a hangod. Már alakul a hangod. Hát mások visítoznának, kiabálnának, örömkönnyeket. Hát a tisztelkelés azért még benne van. Uh-huh. Igen. Na, van még egy kérdésünk, jó? Igen. Hogy mondj nekem egy szint például, ami a Klasszefelon logójában benne van. Bármilyen szint. Egy szint. Egy szint, ami a Klassz FM logójában benne van. Sárga. Sárga? Na. Így van, nagyon jó. Küldjük az ajándékot neked. Jó? Köszönöm szépen, nagyon örülök neki. Na, ezt a fajta lelkesedést, ezt már szeretjük. Megvan az üzemi hőfok. Minden nekünk is úgy jó, akkor örülünk mi is, ha halljuk, hogy akinek adjuk, az örül. Hát meg basszus, hát... Hát meg figyelj nagyon ide. Komoly, hát azért ez majdnem 400 ezer forint. Egy LED TV játékokkal, Xbox-szal, mindennel együtt. Hát ez egy brutálisan jó nyeremény. Ugyan, ez karácsonyra nagyon jó fog jönni. Főleg, hogy otthon csak kölcsön Xboxunk van. Na, hát akkor a család örülni fog. Köszi, vigyázz magadra, ciao. Oké, okay, köszönöm szépen. Hello. Szia. Hello. Kölcsön Xbox. Jó is az. Na, akkor van még 200 ezer forint értékben élelmiszervásárlási utalványunk, és ott van még a wellness hétvége. 300 ezer forint értékben. És hát elárulom nektek, hogy ez a wellness hétvége, ez abba a szobába szól, ahol Sebestyén Balázs aludt egyszer. Nem mondod, csinál. Abban a szállodában az az egyetlen olyan szoba, ahol belső jacuzzi van, mert a felső emeleten, emlékezetek, egyszer rócsóztunk ott, van három olyan lakosztály, ahol kint van a jacuzzi. Te aludtál olyanban, meg én, és egy olyan van, ahol van egy benti jacuzzi, és ott aludtál. De az egy fürdőkád. Ne, az egy nagy jacuzzi. Ez egy kád. Egy nagy jacuzzi. Ez egy nagy jacuzzi? Hát én csak aludtam, mert későn értem, mert való világ döntőt csináltam éppen, és bedöltem az ágyamba, és reggel mentünk ki települni. Igen, és mi ültünk kint a kinti jacuzziban, a Lacival, emlékszel, és ott néztük a főnököt, hogy ha ez igen, adjál neki, igen, de jó. Igen, egykor leértem. Beestél az ágyba, s te nem jacuzziztál. Igen, Alekosz vagy Béci, vagy Alekosz, nem is tudom mi volt, befeküdtem az ágyba, és ez az a szoba? Ez az a szálloda. Mert abban a szállodában ez egyetlen egy olyan, ahol bent van a pesgői fürdő. És azt kiadja, én azt hittem, hogy a Sebestyén Balázs emlékszoba lett. Jó. Hát, ha egyszer még erre jár, tartsuk meg neki. Feküdt le, igen, a való világ után. Igen, ebből itt mosott fogat. Igen, hát itt kitalálják, hogy mit csinál. Igen, ez a mosdó. Találják ki, mit csinál. Igen, szörnyű dolgokat, mivel a mosdóval nem ismerte az angol vécét. Itt ismerkedett össze a vidével. Igen, itt tanulta meg. Küzdött, de azt nem feladta. Igen, félreértette a törölköző szárított, felmászott rá, és azon száradt meg. Igen. Na jól van. Szeretnék egy vidámabb nyertest. Ja. Most. Jó, legyen.
kérdezem Smokkencset, a Sorsolási Bizottság elnökét. Minden rendben talált eddig? Jó. Oké, hívjunk még valakit, jó? Hívjunk még valakit. Ma Mikulás azunk, ezt mondtuk, hogy ma Vénikulás. Ez egy nagy boldog. Nem bánják, nem bánják. Békés ünnepet kívánunk mindenkinek, nem ezt akartam. Nyertesek. Nagyon örülnek a nyertesekkel, igen. Pedig akik nem nyernek, együtt örülnek. Ugye, ugye? Nem örülsz, nem kap semmit. Örüljé. Hát előbb vegy evől. Nem rossz. Aztán rossz gondolat. Igen, már... Így nehéz. Lehet, hogy figyelj. Az a baj, hogy ezt mondtad, hogy örül. Lehet, hogy most ő örül. Nem veszi fel, és később látja majd, hogy hívt. Kérlek ki Benedek Judit. Hába gyárját! És az utolsó pillanatban. Judit! Már a gombom volt a kezem. Á, vagy Judit! Hello! Csak nem Balázs, Jani. Nem. Itt a Mikulás? A Mikulás. Az érdekes, hogy itt is van egy másik Mikulás. Azt a mindenségét neki. Ne csináld. Tényleg? Hát én most egy bölcsödében vagyok a kislányommal, és éppen itt van a Mikulás. Ott is a Mikulás. Saló, fogják meg, te felék le! Nem az igazi, nem az igazi. Hány száz eurót kért? Valamelyik nem az igazi. Judit, na, hát te is játszottál velünk. Hello, Judit. Igen, sziasztok. Meglepődtél. Meg. Nem számítottál ránk, vagy titkor reménykedtél, és az, vagy elengedted az SMS-t, hogy Mikulás, és az összeg aztán majd lesz, ami lesz, és el is felejtetted. Őszintén szóval nem nagyon reménykedtem. Nem nagyon szoktam ilyenek játékokba részt venni, de most kivételtettem, és... De milyen érdekes. Több ezer SMS jön, valaki egyszer kivételt tesz, és aztán kihúzunk, pedig nem írtál oda semmit, hogy egyszer játszom, kivételt teszek, nem szoktam soha, tehát nincsen semmi. Valaki már két tévét veltett volna az SMS-t. Igen. Judit, akkor ezek szerint gyermeked is van. Igen, kettő is. Kettő is? Mekkorák a kis puját? 7 és 3. A kis krambók. A kis krambók, így van. 7 és 3. És fiúk, lányok? Egy fiú, egy lány. Hogy hívják őket? Ádám és Dóri. Ádám és Dóri. És most a kisebbel vagy bent a... Most a kicsivel vagyok a bölcsödében. Bölcsödében. Nem sokára óviba megy. Igen, jövőre. Aztán meg iskolába. Ezt nyilván ti is észrevettétek. Persze, nem mondok olyat, amit ti is tudtok, hiszen nem akarjátok, majd 4 évesen még mindig a bölcsibe járhat. Biztos meglepődtél, hogy milyen jó vagyok matekból. Na Judit, hát az az igazság, hogy nyertél, mert mi csak olyanokat hívunk, akik nyernek, hogy megelőzzük kicsit a Mikulást, és mi már 4-én ajándékozhassunk. Nagyon örülök. És szerintem nálatok abszolút jó helyen van egy vásárlási utalvány, méghozzá 200 000 forint értékben. 200 000 forint értékben élelmiszer vásárlási utalvány. Szénhidrát, fehérje, vitaminok. 200 000 forint. Nagyon szépen köszönöm. Hát ne viccelj. Hát felszabadul 200 000 forintod, azt lehet másra költeni. Ne neki köszönt. Köszönt a Mikulásnak, így van. De jó, hogy így örülsz, Judit, jól van. Köszönöm szépen. Így kellett. Sokat vásárolsz kártyával? Igen. Szeretsz akkor te is kártyával vásárolni? Hát tök praktikus. Nincs cash, nincs plusz költség. Hát igen. Helyes. Hát a legtöbbször kártyával vásárolok gyakorlatilag. Na most utalvánnyal fogsz. Most utalványozunk egy kicsit. Figyelj, mondd nekem még, csak hogy kérdezem kell valamit, mondd nekem még legalább egy Klassz FM-es műsorvezetőt rajtunk kívül. Az Urák Csaba. Hogy hívják? Vágó Piros. Igen. Jól van, Judit, puszilunk téged, jó? Szuper, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Ne viccelt. Örülünk, és használjátok jó dolgokra, egészséggel, sok szeretettel adjuk nektek. Köszönöm szépen. Jó? Átadjuk a Csabának az üdvözletet. Mindenképpen. És az Abázinak is. Puszi. Majd nézd meg. Ciao, hello. Szia, Judit. Köszönjük. Jó helyre ment. Na, én erre gondoltam, hogy így kell. Kicsit indisponált, magányos Zsolti helyett, ő nyomkodja csak az Xboxot, üljön a tévé előtt, de vásárlási utalmány, 200 000 forintos élelmiszer vásárlási utalmány, ez ne egy cingli pali nyerje meg, azt családosok nyerjenek, és hál' Isten, Judit pont családos volt, mázling volt. És egyébként nagyon örült neki, tök jó volt hallani. Így van. Na, játszunk akkor egy kis hármasugrást, jó? Ja, és az utolsó? És akkor az utolsót meg is szedjük még 10 előtt. És ne felejtsük el, hogy most adjuk oda az utolsó téli sporteszközt is. Bizonyám, mert hogy a hármasugrással együtt kap valaki egy szánkót. Egy gyönyörű, szép,
csillivilli, milli vanili csillivilli. Hogy tetszik mondani? Milli vanili. Tamper Harley-ba volt, nagy durva ne. Milli vanili csillivilli. Nagyon szép, bükkfából készült. Az egyébként tényleg az. Dióból. Régi szágyos nem. Diópáccal, bükkfából, tikfa betéttel. Van, titánium lapok vannak az aljára szerel, azokon csúszik, és jaktaimből van szőve. A tetején a szövet. Figyeljetek, annyira dizájn, annyira profi, a mi időnkben ilyen nem volt. Hát csak egy sima roadie volt. Amilyen az roadie volt. Roadie volt. De amikor most... nem szemetes tetőn csúsztuk. Bizony, most viszont kap valaki egy szánkot, mert hogy hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Hello Zoli! Hello, hello! Debrecenbe hívlak titeket. De rendes srác vagy Zoli, Debrecenből is megcsörgettél bennünket. Mit csinálsz ott Debrecenben? Én itt most jelenleg itthon vagyok, mert ma nincs óram, de amúgy egyetemista vagyok. Na, mit tanulsz? Jogon, jogi karon vagyok. Jó, jó. Én nem csak gondolkoztam. Be, nem azért hallgattunk el. Nem értettük. Nem, hogy baj legyen. Mit mondasz, hányadikos vagy? Most kezdtem. Ó, hát ne, akkor még előtted van. Jó kis. Még a jog, igen. Szigorlatok, római jog, finomságok. Igen. Mindenféle kis igen. Szakvizsga. Bojtárkodás, sok minden, nem? Na, hát, sok minden, nem, igen. Hosszú az út még előtted, igen. Azt már tudod, hogy milyen szakterület? Vagy hát még így nem. Még nem, még az elején nem tudja az ember. Nem. Milyenek a kérdések, Jánosom? Hát, egy egyetemistának. Hát óriás zicser mind a három. Na, hát reméljük. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik fiúcsapat tagja volt egykor Robbie Williams? Mindjárt mondom. Egyetemistának, hát ez... Hát alak, a gyerekek, nincs egyetemistának. Jogász nem lesz lenni. Minden bulint. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Mit csinálsz? Beszélj folyamatosan, hogy ne tudj internetezni. Jó, rendben. Tessék, kapcsolj, beszélj, számolj. Hogy hívnak, milyen Zoli vagy? Terej. Té, Zoli, milyen Zoli? Mondd a vezetékneved, mondd a vezetékneved. Zoli vagyok, igen. Talán. Talán? Tütű? Tégde, vagy nem tudom. Na jól van. Igen, tégde. Még nincs meg az ügyvédi rutina mellébeszélés. Igen, szóval arra gondoltok, hogy Robbie Williams az énekes, aki korábban egy fiúcsapat tagja is volt, és hogy mi volt ennek a fiúcsapatnak? Erre vagytok kíváncsi? Kisúgta meg. Is kerested volna. Kisúgta meg. Senki ismerős volt tég, de nem tudtam, hogy mi a köztetés, két szó egymás mellett. Tég valami, vagy nem tudom. De így eszembe jutottak. Na mit csináljunk, menjünk tovább? Elmenjünk még egyet, ha? Így szól a második kérdés. Melyik országtól kapta ajándékba az Egyesült Államok a New York-i szabadságszobrot? Franciaország. Na látod? Ez ment séróból. Hát ez ment. Ugye? Igen. Milyen jó vagy? Igen. Mit csináljunk a harmadik kérdés? Mennék tovább még egyet. Ne sütkérezzünk még itt a sikerfényében egy kicsit. Hát attól függ, milyen a harmadik. Filmes. Hát még meg kell mehet is. Menjünk tovább. Na figyelj, így szól a harmadik kérdés. Melyik világhírű Hitchcock film főszereplője Norman Bates? Úristen, hát a Pszichó. És tudja. Zseniális film. Nagyon jó, igen. Anthony Perkins-szel a főszerepben. Így van, igen. Meg Vera Miles, meg ezek. Nagyon jó. Igen. Nagyon szeretem. Tényleg jó kis film. Jól van. Na, hát ez jól van. Ügyes vagy, jól volt ez, Zolikám, úgyhogy megvan mindened. Jó? Hát nagyon szépen köszönöm. Szeretsz-e ródlizni? Igen. Tényleg? Igen. Hogy min fogsz, azt nem tudom, mert decemberben általában plusz 13 fok van. Egy rambó nem lesz, de majd. Hova nem tudunk. Majd felmegyünk a hegyekbe. A hétvégén. Aha, igen, mindenképpen jó. Igen, hétvégén majd felmegyünk. Abszolút, figyelj, jó, pszichó, akkor pszichó. Jó, új neved van, pszichó. Igen, okay, új neved. Pszichó, okay, pszichó Zoli, megvan a Ródni. Pszichó Zoli megy Ródni. Ez egy nagyon jó, egy új számcím. Igen. Menjél szánk hozzá. Jó? Jó, rendben. Egy nagyon szép kis szánkot, ha nem használod, adod a gyerekeknek. Vagy jó, ha van is rendben. Gyerek a családban. Hát azért 20 évesen csak szánkozok még. Persze, hát ne vicceljél már. Soha nem vagyunk elég idősek a szánkozáshoz. Így van. Tehát nagyon szépen köszönöm. Hát, sokkal idősebbek is szoktak szánkozni. Abszolút. Zolikám, küldünk minden neked, ügyes vagy. Rendben. Ciao. Köszönöm szépen. Viszalát. Hello. Viszalát.
Visszhallás, visszlátás. Ezt mondtuk, visszhallás. Igen, igen, a korunkra kicsit való még lemagázva érzem ilyenkor magam, mert egy egyetemista már úgy köszön nekünk, hogy visszhallás. Nem akarok egy olyan világban élni, úgy köszönnek nekem, hogy visszhallás, egyetemisták. Szörnyű. Miközben mi fejünkben is csak a rodizás jár. Öregszünk, gyerekek, öregszünk, ez a baj. 9:30 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival, és még hívjuk az utolsó nyertesünket, aki ugye egy 4 fő részére szóló családi wellness hétvégét nyer, 2 éjszaka, amiben szállás is van, ez egész fura. Szegedi, 4 csillagos, szuper. Van hol megaludni. Így van, szállodat, belső jacuzzi, lakosztály, teljes ellátás. Abzsidőzsi, minden benne lesz. Jó? Úgyhogy aki játszott velünk, és tegnap 3-ig elküldte a Mastercard, vagy a Mikulász Szócskát. Így van. Mastercarddal, vagy Maestroval. Fizetett? Az. Na jó. Zene. Jó, és tudjátok. Tudjátok, mint reklám. Jó, aztán jövünk vissza. 3:10 lesz, pontosan 5 perc, álló mindenkinek, drága morning show hallgatók. Itt vagyunk. És megelőzve a vasárnapi Mikulást, mi már most mikulásozunk, és hát megszortuk az országot tényleg. Bárcsak mindenki nyerhetne, hát ez nem rajtunk múlik. Tényleg ne bosszankodjanak azok, akik esetleg nem nyertek. Bárcsak egész évben ezt csinálhatnánk, nem mondjuk... Nagy műsor lenne. Július 3-án. Kicsit megelőztük, ma is 6 ajándékunk van. Hamar átolvasnám a szerződésemet azért, de... Mindjárt itt van augusztus 20-a, de még itt egy utolsó lehetőség. Igen, picit szeret. Jó azt mondani, a másik rólam szól a műsor, de mikor ennyi ajándékot lehet kiszórni, az viszont azért jó, mert ilyen ritkán van, és ezt viszont mi nagyon szeretjük. Csak azért mondom, hogy bárcsak mindenki nyerne, mert persze, hát vásároltatok, SMS-t küldtetek, de hát nem is merném mondani, hogy mennyi SMS jött, mert több 10 000 tényleg a játékhetünk alatt, úgyhogy hát igen. És még nagy mennyi fog olyan jönni, hogy rohadjatok meg, itt olvasom. Nagyon ez is az is. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is van szó, vagy miről is volt szó pontosabban. Ugye ma mindkét bulvárlap címlapon hozta a Kossuth Díjas színészt, Oszter Sándort, akit hát ittesen vezetett, és mi nem az eset ezen aspektusáról beszélgettünk, hanem arról bizony, hogy ő ugye bement a rendőrőrse, és összekacsintott a kihallgatókkal, azt mondta, hogy nyugodjatok meg, srácok, én is FBI ügynök vagyok, majd elkezdett hirtelen fekvőtámaszokat nyomni, 50-nél megállt, majd szkanderozni hívott mindenkit. Az őrsön dolgozókat, az ott éppen fülön csípett zsebtolvajokat, és mindenkit. Szkanderozott. Az örök Rúzsa Sándor. Igen, a történet ezer része egyébként szerethető, és arról beszélgettünk, hogy bizony talán már mindannyiunknak volt egy-egy olyan pillanat, egy olyan pont az életében, amikor volt egy kis filmszakadás, és a barátaim másnap elmesélték, hogy mit csinált. És itt lefagyott az SMS fagó. Hát igen, régen jött már ennyi. És régen minden SMS úgy kezdődött, hogy Állítólag. Azt mondják. Én ezt hírlit. Vagy azt csináltam. Igen. Szóval erről beszélgettünk, nagyon helyes SMS-eket kaptunk. És volt egy játékosunk, talán az első, akit felhívtunk így a közelgő Mikulás nap alkalmából, Anett, aki egész egyszerűen nem akart elhinni, hogy mi vagyunk. És amikor mi ezzel szembesültünk, hogy ő még mindig nem hiszi el, pedig már tényleg mi vagyunk, akkor viszont csavartunk egyet a dolgon, rátettünk meg egy lapáttal, és tettünk arról, hogy na jó, akkor viszont tényleg ne higgy el, hogy mi vagyunk. És innentől kezdve elindult Anett káváriája. De nagyon cuki volt, nagyon aranyos volt, nagyon szerettük. Igen. Ő még szerintem lehet, hogy most is azon gondolkozik, hogy a kollégák téfálták-e meg, vagy mi voltunk. Na, mutatjuk akkor rögtön a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. Hát még a beszélgetés végén se tudtam. Szerintem most sem. Én igazából a hallgatóknak igen, azt kell, amíg csak nem jutott eszembe, hogy be kell tudnom kapcsolatni a rádiót. Hogy amikor magát, tényleg amikor magát hallja, akkor elhiszi, hogy adásban van. Ő nagyon helyes volt. Tényleg elment a 206-os, szóval nem tudom, semmivel nem tudtuk meggyőzni, hogy mi vagyunk. Őt tényleg, amikor majd megkapja a nyereményt, akkor. Igen. Akkor már, ott már, ott. Egy igazi BMS. Mindenki gyanús. Az is gyanús, aki nem gyanús. Igen, nem az, is gyanús, az is gyanús, aki nem gyanús. Igen. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szavaztok, hogy az elmikivel próbálod bizonyítani, hogy te vagy az. Igen, miért az csak nekünk van meg? Hát mondjuk az igaz, tehát másnak ezt csak mi használjuk, annyira jó. Igen. Nem tudom, hogy elhitte. Szerintem még most is. Gondolkozik. Most már szerintem szóltak neki a kollégák, hogy hallották adásról, és akkor szerintem elhiszi. Minden oké, rendben vagy? Jól vagyok, jó, köszönöm szépen a kérdésedet. Ma reggel besegítettünk az Astra kutyámmal a rénszarvasoknak. Ellopott egy fejdíszt, egy ilyen karácsonyi fejdíszt, tudod, milyen rénszarvast formál, de úgy vette a szájába, hogy pont mintha a nagy rénszarvas fülei lennének, úgyhogy ezt lefotóztam a Facebook oldalunkon, amely meg lehet nézni. Csodálatos. Jó, nem én fotóztam, a Laura fotózta, ő jobban ért hozzá.
Jól van, Csabikám. Csak learatom a babírokat. Helyes, hát ezt így kell, a csajok lefotozzák, te megbüszkélkedsz. Hívjuk még az utolsó nyertesünket, jó? A négy fő részére szóló családi wellness hétvége, gyerekek. De jó. A vásárolt Mastercarddal. És? Maestroval. Hogy fog ez hiányozni hétfőtől? Ja, Maestro. 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 A kedvencem. Piros. Megőrülök, nem hiszem el. Nem mondjátok komolyan, hogy én vagyok az gyerek, én meghalok. Ez nem igaz. Közi, közi, ti vagytok, tudom, mondjátok már. Piros. Mondjátok már ki, hogy ti vagytok, azok megőrülök. Piros, hello, jó reggel. Ciao. Szia. Hello. 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 A vízlever, mikor bemondtad, hogy piros, mondom, nem hiszem, hogy a vágó piros is elküldött. Nem, nem vágó páros. Hello, piros, hol hallgatsz minket, merre vagy? Aha, Győrbe. Győrbe, de helyes vagy, hogy így örülsz. Nem tudom nektek ezt elmondani, mennyire. Figyelj, te ott ültél a telefon mellett, és vártad, hogy hát, ha te? Igen, és jönnek ki a kolléganők. Üdvözölnek Eszter, Andi, Barbie, mindenki benneteket. Én nem hiszem ezt. De, de, mi vagyunk, hello. De jó, hogy így örülsz. Annyira jó hallani. Ezt nagyon jó hallani, igen. Piros, te ott ültél a telefonod bellett. Igen, igen, és mondom, csörög, de hát privátszám nem lehet, és de. És most nem tudom, hova megyek. Elindultál valahova? Hát fordulj vissza. Megtettem. Van család, Piros, van család? Igen, igen. Na, igen. Kik vannak a családban? Két kisfiú, 3 és 6, 3 és fél, meg 6 és fél, meg én, meg a férjem. Még a nevüket is elfelejtetted hirtelen, szerintem. Igen, hogy hívják őket? Barni. Érzem, érzem. Várja, Barni a kicsi. Ja, várja, Barni a kicsi. Zsombor nagy, persze. Robi meg az apa. Na jó, hát Piros, de jó, hogy így örülsz, hát nekünk ez a legnagyobb öröm. Öröm, amikor valaki így örül tényleg. Nem hittél benne, hogy te leszel? De én ezt tudtam, én ezt annyira akartam, de annyira, hogy ezt nem tudom elmondani. És pont a családi hétvégét, vagy csak azt, hogy nyerjél? Igen, igen. Hát igazán, megmondom őszintén, és ez most nagyon lehet, hogy rosszul jön ki. De az volt, hogy ha ajándék, mármint, hogy ez a vásárlási utalvány, azt felajánlani szerettem volna, de mondom, hogy ha a wellness hétvége, az nem, az én akarom, hát azt viszem a gyerekeket. De helyes vagy, de nyugtasson meg, tudod, a vásárlási utalvány is jó helyre ment, ugye egy 200 000 fontos élelmiszer vásárlási utalvány, az is jó helyre ment. Na, jól van, Piros, hát soroljuk akkor négy fő részére szóló családi wellness hétvége, szállással, vacsival, ebéddel, lakosztállyal, csakuzival. Jó, imádlak benneteket, imádlak. Gyümölcsbekészítéssel, masszázsal, mintha csak azt olvasnám, amikor mi turnézni megyünk. És mintha csak a promóciós lányunk lennék, és azt olvasnám, hogy Balázs mit kért a turnéra. Mondjad, Piros? Jöttök velünk. Hát figyelj, Balázs lesz a masszás, persze. Abszolút, szívesen csúszdázom a gyerekekkel, ott baromi jó csúszdák vannak ebben a szállodában. A gyerekeket visszük mindenkinek, mindegyik gyerekét. Jó, én ott tavaly csúszdáztam a Bennyvel, brutál jó. A gyereknek már lila volt a szája, de mondta, nem, még felmegyünk a sárgára, bírt ki, Benny, bírt ki. Jó volt. Oké, hát örülünk, hogy így örülsz, Piros, örülünk, hogy ennyire boldogát tettünk. Vinyi, nagyon köszönöm, nagyon-nagyon. Te jó. Hányszor hallottam ezt nőtől régen. Köszönöm. Hogy végre lebaszoltál. Hogy boldogát tettél, hogy abba hagytad azon, akivel akarsz. Istenem, a régi szép idők, mikor ezt nőktől hallottam még így. Már húzzátok el majd az ágyat, hát ha meg lesz a rover tartalék kulcs, a Balázs itt alul. Figyelj, Piros, még egy kérdést fel kell tennünk, jó? Hogy a rádióval kapcsolatban, de hát nem. Sárga? Barna. Barna. Sárga. Azaz. Azaz sárga, sárga, elfogadjuk. Azva. Még egyszer azt kérdezzük, hogy milyen színű a logónk, de hát az sárga. Jól van, Piros, puszilunk. Imádunk benneteket, és a kolléganők is, mindenki. És köszönöm. Ha elmentek és átvettétek, akkor dobj egy SMS-t és felhívunk, mert szerintem szórakoztató lesz az élménybeszámoló. Jó, hogy milyen volt? Csak hogy voltunk, srácok, hívjatok 3 mondat erejéig, hagyj hallgassuk meg. Jó? Oké, ígérem, ígérem. Puszi. Milyen jó puszi nektek, köszi, sziasztok. Ciao, hello, hello, hello. Hát imádtam. De helyes volt. Nagyon jó fej volt.
Hihetetlen. Na jól van. Jó helyre ment. Szerintem az összes jó helyre ment. Mindenki hát örült. Zsoltot kicsit felhúztuk. Hát, kicsit jó lehetséges, szerint igen. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Vasárnap jössz futni? Margit szigetre? Harmadik Mikulás futás. Sansztalan vagyok. Sansztalan vagyok. Gyerek. Sansztalan. De még annál is rosszabb a helyzetem. Uh-huh. Oh. Fuss a nyakadban a gyerekkel, tudod, hogy a rippel szokott. A helyzetem kilátástalan. Egy élő műsor is. Nem, azt... Az, Aniszó. Ningszó. Héla! Jó lesz. Ningszó. Sziasztok. Hello. Hogy hívnám? Sziasztok. Horog Timi, sziasztok. Jézusom, te lány vagy, Timi? Igen. Mit ér? Bizony. Ebben röhögtem nagyon, amikor beolvastátok, hogy nem írtam alá, és gondolkodtam, tuti vissza fognak kérdezni, hogy lány vagyok. Igen. Ez nagyon durva, egy pasi szájából ez jó, de egy csaj szájából nagyon kemény az SMS, hogy arról beszéltünk, hogy milyen vállalhatatlan pillanatokat él át úgy át az ember, hogy másnap a barátai elmeséli. Te azt írta nekünk, oda mentem a diszkóban a DJ-hez, hogy szia, leadnád Madonnától a Lies La Bonita. Mire mondta a DJ, hogy az szól. Tehát mennyire nagyon lehettél te kész? Abba a pillanatban így megvilágosodtam, hogy nagyon kész vagyok, haza kell mennem. Igen. Amikor már az ember nem hallja a zenét, meg nem hall semmit, amikor lehetett történik, ott kell hívni egy taxit és elindulni hazafelé. Igen. Köszönöm szépen. Timi, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen. Szép kis ajánlékcsomagot adunk neked. Puszi! Köszönöm, sziasztok! Hello, hello! Most nem volt deja vu érzésed? Hogy? Nem jutottak eszedbe a régi szép időkben, amikor annyiszor mondta, hogy úristen, te lány vagy? És a mondatot így folytattam. Nem baj, ha már itt vagy. Hát szóljon! Egyébként! Voltak olyan az épluszas idők, mikor azt is mondtam, nem baj, ha már itt vagy. Tudod mi? Tudod mi? Tettem beléd elég melót, maradjál. Csavikám, remek zenét, Csavi? Hova kerültem már megint? Adért hozom nektek, képzeljétek el, most egy anyuka feltöltött egy videót a nagy videó megosztóra. Nagyon sírt a kisfia, és nem tudta megnyugtatni, és próbált a zenével, nagyon sokfélével, semmi, és amikor berakta az Adélnak ezt a legújabb dalát, a Hello-t, akkor a kisfia elkezdett mosolyogni. Nem, elkezdett mosolyogni. Úgyhogy, ha bárki az országban, nem tudom, vagy örömében, vagy bánatában sír, majd mindjárt jön az Adél, a Hello, és akkor meg fog nyugodni. Én ennyi. A pécsi gyerekeknek küldöm. A pécsi gyerekeknek, pécsiek, én veletek vagyok. Mit küldesz? Ja, én mit küldesz? Ma Pécsi a pécsi vagy? Gyerekekkel vagyok. Jó, de mit egész nap? De Adél, hát ezt a dal. Ja, ezt a dal. A pécsiek nevében. Mert az önző, kapzsi, pénzéhes felnőttek a profit érdekében megvezettek benneteket. És azért nem láthattátok a Mikulást, mert még 6 helye haknizott 300 euróért. De hát kikérem magamnak, kikérem magamnak ezt, hogy üzletet csináljunk ebből, és 500 gyerek ott sírjon, mert valaki... Valaki hakniztatja a Mikulást. 1000 euróért. Na, non-profit, persze, persze. 1000 euróért. Én a pécsiekkel vagyok. Én ma pécsi vagyok. Öltözd a Mikulásnak, és menj le hozzájuk. Igen, az igazi Mikulás. Ezért küldeni a pécsi gyerekeknek Máté Pétertől az egyszer véget ért. Én ma egész nap pécsi gyerek vagyok, és pécsi felnőtt. Veletek vagyok pécsiek. Csabi, a kívánságműsora 555-55-00 telefonszám. Recept? Jaj, a recept. A régi álmod válik valóra, azt mondtad, hogy egyszerű ételek másként. Sáfrányos kis... kurkuma. Ne, az egy ehetet, az egy jó étel lenne. Jó, Mikulás csoki. Igen, Mikulás csokival a sáfrányos kurkuma. Vajas habrokával. Nem kész, egy krumpli püré, de a kicsit másként, ez van hozzá, és hogy kicsit olcsósítsunk, olcsó alapanyag, de jó a csirke máj, rántott máj. Rántott kis máj. De jó. Karácsony előtt így, és akkor majd karácsonykor pedig csak a lazac, csak a bélszín, csak az uraknak. Az jó, egy jó kis rántott máj. Ez meg a püré egy kicsit meg van bolondíva. Megnézzük a Facebookon. Csabi, a kívánság műsora, jó étvágyat mindenkinek, ha megfőzitek, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.